Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM. Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 3 perc múlva lesz 7:15. János, jó reggelt! Jó reggelt, Ferenc! Jó reggelt, Zsül! Sziasztok, kedves hallgatók! Zsülnek még megköszönjük, ilyenkor érzékenyen érinti. Tudod, ez még nem az ő időszaka. Így délután van. Más lehet az Zsül, mint szerintem ilyenkor? Szerintem igen, én már láttam rajta egyébként a jelét annak, hogy ez korábban volt, ez már korábban régebben volt, de emlékszem, hogy volt egy olyan, hogy 11:30 magasságában már ébredezett. Csak mondta, hogy szia, Jani! Jani, azt szerettem volna kérdezni. Ja, az nem ma volt. De úgy elszaladt az idő. Zsült nem a szíve fogja elvinni, és én ezért irigylem. Ő nem egy stresszes típus, ő nem idegeskedik. Érted? Hova? Hova? Minek? Hova idegeskedik? A rádió itt van. Erre érted? A kis időre, nem? Metró itt van, igen. Még most. Az a furcsa a dologban, járni. Hogy ez a minek idegeskedjünk erre a kis időre, életfilozófia, ez már Zsülnél valószínűleg a kis csoportos korában már ott volt. Ja, van még 80 éve, de van még 80 éve, nem siet. Tejbegríz. Jó. De igazsága van. Így kell. Ennyi. Ezt így kell. Így kell, minket viszont el fog vinni a szívünk, meg mindenféle hát stresszfaktorok, ja jó, meg egyéb káros szenvedélyek. Na, mi volt veled tegnap? Semmi. Ja, na, de jó, velem se sok. Na, viszont kérdezzük meg Annát szerintem, mert hogy most azért én azt gondolom, hogy mindannyian kíváncsiak vagyunk, hogy a szülinaposnak, hogy te... Jaj, Anna, volt-e himi-humi este, volt-e ez meg az jó sok köszöntés. Édesem. Na jó reggel. Hát jó reggel. Na milyen érzés itt az ötödikbe? Ja már, hogy ötödik. Jó reggelt, és tegnap arról gondolkodtam, hogyha megfordítom ugye az évszámot, én 45 éves lettem, elárulhatom, én nem titkolom a koromat. Ha vissza... Nem is tudnád. De tudnám. De és 54 alig már, 30. Hogyha visszafele. És tudod, ez nem jó, mert 42 voltam, megfordítottam, addig 24. Jó, ez a tipikus önsorsrontás egy nőnél. Jó, és akkor az visszafele már 54 is. És olyan 48 lesz, akkor 84. Igen, annyira szarul hallgatik. Igaz? 45. Nem azért, ez addig még lesz egy 49 is, Feri. De Anna, amikor 28 éves volt, akkor megfordítottad, az is 82. Igen, ott nem fordítottam még meg. Ja, ott még nem. 28. Aha. Mondjuk nem érzem magam 45-nek lelkileg. Hát fizikailag belenézek a tükörbe, nyilván a hajnali 4-es kelések nem tesznek jót akkor nekem. Akkor csak 25-nek látsz. Igen, csak 25-nek, de hát nagyon igen. Jó napom volt a tegnap. Na bearanyoztátok, megadtátok a lökést hozzá 10 órakor. Otthon volt valami kis köszöntés? Volt, igen. Szülinapi ajándék. Volt kis szülinapi ajándék. Mit kaptál, na? Elvitték a gyereket a játszótérre, és ők addig ott hamaradtak, nem? A legnagyobb ajándék, nem? Hogy azt mondta volna Péter, figyelj Anna, egy fél napra elmegyünk mi a Karinával. Na? És azt mondja, hogy végre, köszönöm uram. Igen, végre, 20 év folyamat véglapozhatunk a turfból. Igen, igen. Be van kötve, és ott van a gardrob. Jó lesz volna, jó, de hát imádom őt, meg életem is, vérem is, de hát jó, június 12-i ballagás igen régen volt, tehát való igaz, hogy igen, szeptember 1-én indul az iskola, pontosan így van, tehát hogy tényleg, de volt köszöntés, volt torta otthon is, volt, megkóstoltam az év tortáját, ezt a somlói revolúciót, és rettenetes finom ajándékba kaptam egy ismerősömtől. Megdöbbentően jó lett. Nagyon-nagyon jó lett Zolitól, és... Zoli, ki az a Zoli? Ki az a Zoli? Közöttök hozzá. Hát van egy Péter, azt tudjuk, de ki az a Zoli? Egy Zoltántól kaptam egy tortát. Egy Zolitól. Ha már nem törődsz a pletykákkal, nekünk törődnünk kell. Mert kitaláljuk mi, de ja, neked az rosszabb lesz. Nem. Na, nagyon-nagyon-nagyon finom volt, abból eszegettünk, Zoli vagy a torta? A torta. Hármast kérték születésnapodra, nem is mondtad. Zoli, Péter, Zoli Anna. Volt? Zoli volt, és a torta volt, és utána volt hát ajándék is. Kis de jó. Aha. Na jó, hogy akkor jó plusz, volt. Plusz hát bevallom, hogy nem vagyok egy ilyen nagy Facebook bolond, de tegnap azért ránéztem a Facebookra, és Feri megosztott egy igen, közös láttam. Fotót. Szerették ám. És hát én rettenetesen meg voltam hatodva, de ezt komolyan mondom. Tehát ránéztem így késő délután a Facebookra, és akkor láttam, hogy mennyi ember, aki nekem boldog születésnapot kíván, és kedves sorokat ír,
nettentően jól esett, de tényleg hát is. Tudod azt, hogy... Több mint 2000-en lájkolták. Bizony. Igen. Az nagyon szép eredmény, Anna. Hát... Még a Kassa Tibi is büszke lenne rá. Tényleg? Na hát, nagyon-nagyon büszke voltam rá, és megköszöntem, többször is megköszöntem, és nagyon jól esett meg azt, hogy írták, hogy úgy nem láttak, talán meg, jobb hogy is már többször megköszönt, meg mert értették elsőre is. De aranyosak voltak, meg nagyon meghatt, hogy valaki nagyon jó fej. Ír nekem két ja, sor. Hogy nem ismertek nem téged csomóan, és akkor most lerántottuk a leplet. Igen, igen, és akkor meglepődtek, és akkor volt, aki írta, hogy milyen cuki, meg milyen aranyos. Hát volt, aki mást írt, hogy nem gondol, volt, aki mást írt, hogy, igen, nem hogy hát, hogy nem gondolt, tehát, hogy 20 évesnek gondoltak a hangom alapján, hogy 20-25-nek satszoltak, és hát szembesültek azzal, hogy egy bénasszony van a képen. Igen, nem, de kedves volt az is, tehát nem volt bántó, meg ilyesmi, de... Azt hát, szeretem, igen. Mikor egy nőne azt mondja, elmondja magára, hogy őt nem érdekli a kora, és 4 óra óta arról beszél, és ez, hogy, hát ez már 50, ez már... Az a baj egyébként ezzel, hogy ő neki lehet, hogy nem jutna az eszébe, csak más figyelmezteti. Tehát, hogy ez a igen, tehát, hogy ez a dolognak a visszásága. Mi most célosztunk rá tegnap? Nem, még X volt a tortán is, tehát, hogy egy van. X volt a tortán, pedig lehetett volna 4,5 X a tortán. Egy 4 darab bizony, X és egy fél lehetett volna. Igen, csak a fél tudod eldől. Nem. Az a baj, hogy nem találtunk érdemleges információt arról, hogy hány éves, és nem akartam elvenni a Széchenyibe. Persze, a Wikipédiában megnézzük. Nem, annyi időm nem volt. Nem volt, hogy a levéltárba menjek. Az a baj, hogyha ugyanilyen gyorsan fog eltelni az, ami még előrefelé van. Akkor nagyon. Ha egyáltalán még van ennyi előrefele, mert azért az 45, azért az már duplán számolva az 90. Hát, hogyha még van ennyi, akkor nagyon gyorsan eltelt ez a 45. Tehát az itt lét észesen fogy. Tehát az idő a legdrágább kincsem. Ne raboljátok, fiúk. Ketyeg. Negyed hét van, hagyjál már ezeket. Viszont egyébként a legdrágább kincsem. De tényleg. Most jövök erre, nem már ide. Az a legfontosabb, hogy mit gondolnak rólad az alapján, hogy élsz, hogy viselkedsz, hogy beszélsz, és ez kapcsolódik egy kis cikk is, ami nem régiben került a kezembe, miután kivettem a lapot a postaládánkból, a Puszta Doktor magazin egyik számáról van szó, és van benne egy cikk, az a címe, hogy Gólya ment és a Klassz FM-mel. És akkor így ennek kapcsán egy picit így megint így beugrott nekem Anna, hogy mit gondolhatnak róla a hallgatók, mit gondolhatnak azok, akiket felhív, meg beszélnek vele, mert hogy figyeljetek, idézem. Azt mondja, hogy egy július reggelen Dunabogdányban találtak rá arra a sérült lábú gólyára, ami kalandosan a Klassz FM rádió és több önkéntes közreműködésével került el a madárkórházba. A megtaláló a madarat bedobozolt és bevitte a munkahelyére. Körbe telefonált a Tolnát, Baranyát, eredmény nélkül, ekkor a Klassz FM Morning Show-jától kért segítséget. Ott a műsorvezető hölgy az interneten keresgélve találta meg a Mái Madármentők oldalát. Szóval egyrészt híresek lettünk, meg arról szól egyébként a cikk, hogy a kis gólyának jó helye van, mert hogy nagyon jó helyre került egyébként, lekerült amúgy a Hortobágyra, és valószínűleg majd szabadon fog engedni, de igen. Hogy nagyon nagy és nagyon komoly hatható segítséggel működött közre ebben az ügyben a műsorvezető hölgy. Ponyickán vagyunk. Milyen szépet írtak róla. Igen, de jó, és egyébként tényleg nagyon-nagyon cukik voltak, tehát tényleg segítettem, de hát jó, hát nem tudják ők, tudod, hogy ezért hogy mondod van el ez nekik. Meg, mint van, de aranyos vagy, hogy te mi mindent találsz, Jani? Ezt. És ilyeneket is, ez hogy került persze, hozzád? Persze, Hortobágyi madárúság, jár neki. Igen. Járatja. Nálunk ebbe csomagolják a félbarna kenyeret, tudod. Jézus. A prolikezérben, ahol jár. Dehogy is nem. Természetesen kapjuk, mert hogy támogatjuk a madárkórház alapítványt. De jó. Már egy pár éve, és akkor így kapogatjuk, és akkor kellemes volt benne elolvasni, hogy tényleg így. Júj, de jó. Így évbe érnek így a dolgok, de hát, hogy így hirtelen tényleg. Igen, hogy léptetek. Hogy előléptetek, és mi még nem is tudtunk róla, és így ezután is gratulálunk hozzá. Hát nagyon köszönöm. Mikor van? Hát, évféltől hajnali 4-ig. Igen. Hát ma úgy is jössz reggel, akkor már itt vagy előtt egy 6 órával, és akkor megvan az éjszakai. Sem beköltözöm, nem kell hazamennem. Behozom a kis pakkomat, de hát ma is akkor már milyen jól indul a reggelem, nézd igaz? Meg. Na, látod? Jó, de ma nincs torta. Na, de van újságcikk róla, mert hát érted, nevemet mondjuk nem írták oda, mert nem tudták. De hát mindenki tudja, hogy a műsorvezető hölgyről van persze. Szó. A műsorvezető hölgy Anett. Anett, igen, hát a sokáig tudom. Igen.
a dezinformálás ne továbbja. Na jó, van vége, jól van, más dolgozni. Oké, és holnap mire készültök, hogyha jövök reggel? Holnap? Igen. Mire számít? Hát tegnap torta volt, ma kis cikk, meg hogy telt a szülinap. Mi lenne, ha holnap te készülnél valamivel nekünk? Igen. Na, csak így te lennél kedves. Reggel, na nézd oda, az éhek óra, reggeli. Na jól van, reggeli. Már nincs Balázs. Mondjuk őszüli napos volt tegnap. Igen, azért láttam bizony. Őt is, ott köszöngették ám sokan, meg a kis közös volt. Fotónkat, hát Zsül, ugye a közös fotónkat tényleg. Is bizony, sokan lájkolták, jó azt van. Is ott üldögélt. Na holnap. Jól van, megyek már. A hallgatók van, várnak. Megyek, várnak a hallgatók, teszem a dolgom. Hogy 30 év múlva azt mondanám, hogy itt lep meg minket, vedd ki a fogaidat. De hogy... most még ebben a de érted még azért. Csatolnak a mellett, és add a kezembe. Zsül is kap egyébként valamit, egészen konkrétan azt a dalt, azt a számot fogja kapni, ami most fog lemenni, ugye amikor Balázs nincsen, akkor ebben a tájban is szoktak lemenni rocknóták, úgy választottam azt a dalt ki, ami ma le fog menni, hogy Zsül kis szíve is megdobbanjon, fejében menjen a pulzusa. Tehát 32-60-ra. 61-re. David Hasselhoff-tól valami? De. Az majd később lesz. Jó? Jó, oké, rendben van. Na jó, van, megyek. Igen, köszönöm szépen. Köszönjük mi is. Jó reggelt. Annak. Nehezen állok fél innen, mert egy műsorvezető megszokta a mikrofon. Húzd már a mikrofon. Na, jó, húzd ki székkel egyet, mert nem akar. És aki ma hívja Annát, az kívánja neki boldog születésnapot. Így van, még egyszer. Jó? Már a következőre. Hol van Bali? Szól így a kérdés, csütörtökön jön. Nyaral, ősszel, tele. Hát igen, nem, azért nem vonja egybe, külön ünnepli meg minden egyes évszakot, tehát lesz már csütörtöktől, de most még nyaralás. M3 Miskolc felé a 34-es kavicsnál egy ősszaladgál, Kami kamion írta nekünk, M2 Gödi lehajtó után Budapest irányába sebességmérés, Trafi M5 Szeged felé 43-as kilométernél. Tökre örültem neki, hogy a tegnap kis Ice Cube Challenge-es akciónkat irgalmatlanul sokan nézték meg, rengetegen lájkolták, azért is örültem neki, mert ez egy picit, hogy is mondjam, csak így viszi a hírét a Csemete Alapítványnak is mindenfelé, és köszönöm szépen azokat a hozzászólásokat is, amikben azt kérik a kedves hallgatók, hogy arról is hozzak meg majd videót, hogy utalom át a pénzt. Ja, mert hogy ezt nem hitték el, de aranyosak, úgy szeretlek benneteket, de tényleg, komolyan. Ez olyan szimpatikus. A Jani főleg arról híres, de egyébként mind a hárman, hogy így meg szoktunk ígérni adásban valamit, és aztán elfagyizzuk. Elfagyizzuk, vagy tehát te eltortázod. Igen. És tényleg odaírja a paré, hogy igen, van ilyen, vannak ilyen furcsaságok, természetesen rengetegen úgymond gratuláltak hozzá, nem volt egy olyan szenzációs, nagy teljesítmény, de azért jó célra ment, illetve hát megy majd bizonyítékokat, amely később. És akkor úgy kéne, hogy a belépést, tehát megadod a kódodat mindenkinek, hogy le tudja ellenőrizni szerintem az internetbankon keresztül, hogy te tényleg elutaltad. Hát most vagy fénymáson, vagy pedig tényleg felhagyjuk majd a Facebook oldalra bankszáma kivonatot. Az is, vagy a kivonatot, vagy magát, szerintem a hozzáférést ad meg az a legegyszerűbb, és akkor látják. Nem tudtam ellenni, mert szó nélkül mellettem, mert olyan fura. Nem is akarok ilyenekkel foglalkozni, de tényleg jó híreket akarok. Olyan jó napom volt nekem is tegnap. Átmentünk a spába két nagyszerű fiatalkorúval. Hát azt hiszem, hogy aki tegnap jegyet váltott és a környékünkön volt, az megbánta. Tehát úgy voltunk, hogy három gyerekkel, mert még a szomszédasszony gyerekét is magunkhoz ragadtuk, és így sikerült strandfürdőzni a Velence. A strandfürdő, mondom, igen, átmentünk a spárba. Nem spár. Mondom, hát nem rossz sztori. Jól indul. Magasan indított. Nehéz lesz dobni egy aduászt. Mi meg a Lidl-ben voltunk, és a Felibe is. Igen, és olcsóban vettük a kegyelet, mint bele. Nem, ott van egy ilyen strandfürdő nálunk a tó végében, a Ferences spá, és akkor oda mentünk át, és nagyon rosszak voltak, de hát az a dolgok, mert gyerekek is volt, egy néni, ilyen különböző kis fakkokra van osztva a belső rész, és egyet így elfoglaltunk, mert gondoltam, hogy ha ott vagyunk, akkor a többiek legalább a maradék 95%-ban normálisan tudnak fürdeni, és hát három gyerek, mind a három imádja a vizet, mind a három imád felnőtteket a víz alá nyomni, ez voltam nyilván én, mind a három imád kicsit magasabbra ráugrani a fejedre, ahogy úszol, és akkor mondtam, hogy hagyjunk békén mindenkit, legyen az, hogy apa az áldozat, jó, és akkor csináljuk ezt.
És ahogy ugráltak fentről, az ilyen ülőkéről, ahol a felnőttek egyébként ülhetnének, de ott most nem ült senki, akkor egy néni így kibukkant a vízből, tudod, ezzel a fodros, hogy hívjákkal, fodros gumi hajhálóval, vagy hogy hívják ezt, úszósapkával, uh-huh. fodros úszósapkával, és nagyon komolyan elkezdte ingatni a fejét, hogy ez micsoda rebellió, amit mi, uh-huh. mi ott csinálunk. És de akkor, mondott is valamit? Nem, szerintem élet, nem mert. Életjeleket, vagy csak feldobta a víz? Úszott a vízen, már csak ennyi volt. Volt belőle, és akkor mondtam, hogy biztos ön is volt gyerek annak idején, csak már nem tetszik emlékezni rá, mert nagyon régen volt, de hogy láttam, hogy maga unokával van, tessék vele játszani inkább. Tényleg a boldogság kényesőzettség, ez nagyon provokatív. Nem szabad. Sokszor. Nem szabad, de én rájöttem, hogy én vagyok a hülye. Ugye? Így van. Mit szórakozom? Miért szereted a gyerekeidet? Miért nem üvöl? Nem szeretem, csak játszom ja, velük. Igen, hát rá azért nem mondjuk ilyeneket, de szeretem, csak játszom velük. És akkor igen, egyébként azt kéne, hogy ülsz valahol egy fröccsel, vagy egy sörrel, és akkor egy kicsit így messziről nézed a gyereket, szólsz az animátornak, hogy legyen kedves, vigyázzon a gyerekedre, meg a izének az úszómesternek, hogy legyen kedves, ő is vigyázzon, hogy ne fulladjon bele, egy fél órában ben vagytok, aztán na, most már megyünk hazafelé, anyátokkal tényleg már. Nem hülyeskölyök. Mit fürdesz? Büdöskölyök. Úgyhogy nekem ilyen volt. Jó volt. Hát csak annára próbáltam, hogy akinek születésnapja van, akinek gyereke, annak minden megvan. Én mostanában elég sokat lógok az interneten. Van egy, konkrétan most egy olyan esemény, annak a kapcsán egyébként a holnapi vendégünk is szóba hozhatok. Koltai Arnoldról van szó, egyébként ő egy nyugállományú alezredes. Hát vele találkoztam bizony, már. Bizony, találkoztunk már, igen, már egy pár évvel ezelőtt, és a most jelenleg is zajlik Pécs mellett az az úgynevezett Elite Challenge nevű program, ami az egyetlen katonai jellegű, de alapvetően civileknek szóló kiválasztási program, és... gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy a magyarországi rohamlövész képzés, ami mondjuk megfelel az amerikai Ranger képzésnek, aha. első 5 napját mutatja be a civileknek úgy, hogy gyakorlatilag azt ők végigcsinálhatják. Jelenleg ott tart a történet, hogy mostanság fog befejeződni egy 50 kilométeres kis menettel. Holnap majd jön az Arnold, és akkor beszámol erről. A de ez 15... csak az 50 kilométer, már csak a vége. Ez a vége. Tehát előtte már csinálta ezt. Ez már csak a habatortán, ez aha. már csak a koktélcseresznye a habnak a tetején, és előtte már azért csináltál ezt azt, aminek következtében most a 15 jelentkezőben már csak 5-en vannak bent. Jézus. Mert a többiek lekongattak. Ők katonák? Vagy vannak, bárki mehet? Lehetnek katonák is, de alapvetően ez civileknek szól. Aha. Vagy olyanoknak, akik azt gondolják, hogy eléggé tökösek ahhoz. És a legmegdöbbentőbb ebben az, hogy az utolsó napig eljutott egy lány is most ebben az esetben először, és tudni kell azt, hogy itt nincsen kivételezés, mint ahogy a háborúban sincsen kivételezés, hogy akkor te most egy kicsit kevesebb lőszert, kicsit kisebb fegyvert, és hogy jó, most ennél a rohamnál te nem menj ki. De mi múrnak szólíthatjuk majd. Egyébként többi kevésbé ugyanerről a sztoriról van szó. Úgyhogy erről is haladunk majd holnap, csak azért hoztam szóba, mert egyébként ezekben a pillanatokban ér véget. De hogy jön azt, hogy te internetezel? Azt nem értem. Nézem folyamatosan ja, a posztokat, persze, aha. persze, és jól várom, majd tegyenek fel új képeket, van mert iszonyatosan izgalmas. Ja, igen. Van idejük, hát akkor ez nem egy nagy kihívás, ja, hogy nem ők posztolnak. Igen, a posztol az Arnold. Milyen zene lesz, amit Zsülnek adunk? Na, hát az a kis zene, amit Zsülnek kedvéért fogunk beadni, egy H-Blox szám, pontosabban egy H-Blox feldolgozás, mert hogy volt ez a nagyon jó kis, sőt van még mindig ez a nagyon jó kis német crossover csapat, amikor a 90-es évek közepén voltak ők nagyon menők, aha. egyébként egész Európa szerte, és készítettek egy olyan feldolgozást, amiben a Snap nevű Eurodance vagy Eurorap bandának a Power című számát dolgozzák föl, és érgalmatlan dögösen, és a Zsülnek erre szokott felmenni a púzusa, ahogy említettem. Igen, már majdnem rendellenes magasságunkban áll. De a Snapre, vagy a feldolgozásra a feldolgozásra is. Alapvetően. Aha. Meg nagyon bejönnek neki ezek a hatalmas 140 kilós feka rapperek is. Gratulálunk, Zsül, akkor ezt elkapott születésnapodra, de csak a hírblokkunk után, akkor ez lesz az ünnepi zenénk, meg az egyik rockzenénk. Ma 8 után is fogtok kapni valamit, az egyelőre legyen meglepetés. Laci szerintem már kitette a Facebookra a mai vendég vagy legalábbis tett rá célzást, megint lehet írni, lehet találgatni, akár SMS-ben, akár a Facebookon, és akkor a legelsőnek szoktunk ajándékot adni, vagy sorsolunk? Sorsolunk, majd rábükünk valakire, és jó. Akkor tegnap is volt egy ilyen hallgató, felvetelünk a kapcsolatot a Facebookon keresztül, meg is kapja természetesen a csomagot, és ma is lesz egy nyertes. Ha helyesen írjátok meg, hogy ki lesz a vendég, 7 órakor egyébként már itt lesz ő is. A fekete-fehér igen nem bent tegnap János fényes győzelmet aratott. Mit fél? Parádés győzelmet aratott. Atya úristen, de jó voltam. Hát
Igen, de, jó, de a, hát nem, jó voltál egyébként, mert nem mondtad ki egyik tiltott szót sem, de a hallgató viszont igen, úgyhogy 1-0-ra mi vezetünk. Lehet jelentkezni a játékra, SMS-ben, ide várjuk a közlekedési infókat is, és akkor a hírek után a rockerkedés, aztán meg mi. Ó, je, bizony, ez az, amikor ugye egy tökös rockzenekar fúzionál egy tökös poppal. Jó, de kemény volt. Én mondjuk az eredetit is nagyon szerettem, de ez gyerekek. Jó reggelt mindenkinek, a kamionosok most már vegyenek vissza a sebességből. Ez tényleg az, amire elkezdett nyomni. 3-7 múlt pontosan 5 perccel. Néhány információt mondanék az utakról, de viszonylag nagy csend van. Kalocsány a Bátyai úton, az ÖMV-k útnál mérnek a rendőrök. 10,5 fokos hideg van. Map írta nekünk. M1 Arabona pihenőnél személygépkocsi fejjel lefelé pihen az árokban. Zajlik a mentés, de nincs torlódás. Sutyi írta, a trafi az M3-oson a 185-ösnél Budapest felé. Atus és M7-es 156-os kilométer pihenőből mérnek a rend éber őrei. Hát bizony, állunk. Csípős idő van, a feszes mellek reggele. Nem is jöttünk bringával, mi? Nem, most nem. Feszes mellek reggele neked? Most erről már nem jött is sem. Jó, van, elég lesz. Szerintem a játékra pont jó felkészített bennünket. Már is megtudjuk, hogy ki a mai fekete-fehér igen nem játékos. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Még egy SMS. A rádióra szoktam ébredni reggel, mivel szeretek lassan magamhoz térni, ami miatt már többször elkéstem. A mai nap kivétel, 3 másodperc alatt felébredtem, köszi Jani, Orsi. Igen. A gyerekek, az de nem egy lassú dal, nem egy visszafogott tempójú, ez is kell. A késésnek sehol nem örülnek. Tényleg, Orsi, most gondold el, kirúgnának, megint elkésel, ott kéne állni a szőnyek szélén, a főnöket kiengesztelni. Így meg ott vagy időben. Kornél, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Feri! Szia! Hello! Na, mi a helyzet felétek? Mesélj nekünk! Minden jó. Jó volt a kelés, minden oké. Okay. Ezt szeretem, megint egy pozitív hallgató. Igen. Állítólag te nagypapa vagy 39 évesen? Persze. Nem mondd már! Dehogy nem. Azt a mindenit. Hát mondjuk korban összejöhet a dolog. Simán. Tehát, hogy viszonylag korán kezdett el csajozni. Viszonylag hamar megkötött a gipsz. Igen. Viszonylag megtaláltam a páromat hamar. Uh-huh. Igen, és az alma sem került, gurult messzire az alma fájától. Nem. Hány éves az anyuka? Az anyuka az 21. Ő a lányod, vagy a fiad által? Igen, a lányod által. Uh-huh. Aha, tehát 21 éves. Nem gyermeke. Az unoka 21. Na, az lenne nagyon szerint. Ez már 22 pontosan. Jó, tényleg ne öregbítsük. Jó? Ne, persze, így van. Honnan hívsz bennünket, Kornél? Én Győréből. Győre? Na, igen, na nézem is már egyébként. Hát, ha van ott valami látnivaló, ahol figyelj, a hétvégében tud menni. Nem ismerős, és abban a pillanatban, ahogy én egy olyan településnek a nevét meghallom, ahol még nem jártam, vagy nem tudok róla semmit, akkor rögtön már googlizom is ki. Na, amíg googliz, addig elmondhatod, hogy kit választasz a játékban, Kornél? Hát, pedig én téged szeretnélek. Drága vagy, szerintem ennek nincs akadálya. Googli közben egy 3-2-1 tessék. Uh-huh, megvan. Öcsém, egy 1100-as településről van szó. Öcsém, 1100-an laknak, vagy 1100-ban alakult? Én nem hiszem, hogy vagyunk 1100-an. Nem vagytok. Janikám. Nem vagytok, nem figyelj. Vagy már mondja is. Mondom nektek, hányan vagytok. 671, 2013. január 1-i adat alapján. De szép az. De most már 672, mert ugye... Ja, tényleg. Hát nem, mert... Nem, mert 671. Ő Tolná. Ja, ők a Tolnaiak adja. Nem, ez itt egy sajnos. Pedig micsoda népesség robbanás lett volna most hát a nálatok. Hát igen, kellett volna a nevekedni. Na gyerünk. 3-2-1 fire! Tegnap született az unoka, Kornél? Augusztus 13 pontosan, 7:30. Fél nyolcas gyerek. Milyen képezhetek, Feriként? Szeretné? Szeretné. Tessék, Kornél. Figyelj, Ferikém, reggeliztetek már? Kihagytuk egyelőre. Hoznál valamit? Nem, én most fogok venni. Nem hoznál nekünk semmit. Ja, és nem fogsz bennünket megreggelizni, Kornél. Azt mondtad, hogy nem, de nagyon... De olyan szépen, tisztán artikulálva, olyan hangerővel, hogy nem...
Még adtál is rá egy kicsit. Igen. Nem! Nem, most. És azt akartad mondani, hogy azt szeretted volna, hogy nem, most foglak benneteket igen, megreggelizni. Igen, igen, rossz volt. Kornél, a maximális szimpátiánk a tiéd, az ajándékcsomagunk nem. Hát gratulálunk az unokához, Kornél, ezt tudjuk, hogy... Az is jó dolog, hogy játszottam egy kicsit. Aha, igen, ez tényleg kicsit volt. Örülök neki. Hát, mi is örülünk, hogy beszéltünk veled. Játszottál, öregbítetted Györe hírnevét. Így is van, fel a fejjel, gyerek, asszony, egészséges, mi baj lehet még? Igen. Fiatal vagy, sokat tudsz még futkározni az unokával, úgyhogy minden... Sokat, az a lényeg. Azt hiszem, Kornélnak tönkre csaptuk a napját. Nem, olyan jól indul. Hát, igen, de... Hát magadnak köszönheted. Saját magamnak, igen, igen. Nem játszanánk még egyet? Nem. Hát, mert papa vagyok. Kornél, köszönjük szépen, szevasz. Hello. Akkor szoktunk újra játszani, a nagyon véleményes, ezzel nem nagyon tudtunk mit kezdeni. Ez van sajnos. Ez van majd legközelebb. Jó, dédunokánál hívjál. Igen, igen. Igen. Mindenképpen csörök. Szevasz, Kornél. Szia, Kornél, szép napot. Hello, hello. Szegély. Hát 2-0. Ennyi. Nem vagyunk rosszak, sőt, jó vagyunk. 2-0 ide, szerintem ez egész jó. Jó, a holnapot el kell veszítsük, mert akkor a Balázs úgy jön vissza csütörtökön, hogy 3 nyert játékunk van. Igen. Akkor el fogja engedni. Uh-huh, tudod, ha a 2-1-re hozzuk a holnapig, akkor csütörtökön ő még így izgul. Szerintem a csütörtökön még nem lesz azért top formában, se így, se úgy, akármennyit hozunk. Hát szabadságra jön vissza, az biztos, hogy nem lesz kipihen. Az csak a baj van. Jó van, Kornél, köszönjük még egyszer ide a pontot, tehát 2-0 most a játék, holnap lehet majd ugyanezt folytatni. 3 perc múlva lesz 7 óra, jönnek megint a friss hírek, és utána pedig az a vendégünk, akinek nevét már nagyon sokan megírtátok, több mint most már szerintem 800 körül van a hozzászólók száma, az ő személyéhez egy valaki ajándékcsomagot fog majd kapni. 4 perc múlva lesz 4-8, jó reggelt, szevasztok! Nagyon sokan írnak még a reggeli zenére, János, légy olyan drága, mondd el még egyszer, hogy 3-4-7 után milyen kellemes kis hanzonnal ébresztetted a hallgatókat. Az eredeti előadó a Snap volt, és a feldolgozást pedig az H-Blax készítette. Én is 140-150 kg vagyok, de olyat pogoztam, hogy ihaj! Máskor videót is kérünk róla. Metal BC, egyébként azt tényleg megnéztem volna. Gyerekek, ez K.O., egy kis Iron Maiden-t is nyomhatnátok. Léci, Robi Marcaliból. 8 után még majd lesz egy kis csemege. Na-na, várjál még. 8, meg kell azt térni. Teljes útzára 82-es úton a győri bevezetőn, nem egy erős hír, már hogy a győrieknek, akik arra mennének, vagy befelé, ezen kívül az M0-áson M0-ás híd Budakalási lehajtójánál Békásmegyer irányában egy lerobbant busz foglalja el a két sáv közül az egyiket. Nagy dugó van, kialakulóban királya műsor, Apa Manu írt lesz nekünk. Nagyon szépen köszönjük. No hát megszokhattátok, hogy ilyenkor, amikor Bazsi még szabadságon van, ami nekünk nem jár, és csak sütörtök vissza, akkor mi szeretünk olyan embereket elhívni hozzánk, akiket vagy újonnan próbálunk ki, és vagy a Balázs nem hívna, amikor van. Igen, vagy mi, tehát hogy bennünket érdekelnek, a Balázs nem szereti őket, és akkor ezért ő nem. Hívja, és van egy, akit különösen utána. Különösen utána, őt sikerült ma becsempészni a műsorban. Nem igaz az egyik fele ennek a dolognak. Megosztottuk a Facebookon, illetve Laci föltette a kérdést. Nagyon-nagyon sokan, 1000 ember körül válaszoltak rá, és senki nem találta el, hogy ma a Dobóvár István vendégünk. Szia, Bombi! Jó reggelt kívánok! Én azért örülök, hogy itt lehetek, bármilyen apropóból is. Tehát, figyelj, hogyha azt kell, hogy utáljanak engem, hogy itt lehessek veletek egy egész napot, az ország leghallgatottabb rádiójának leghallgatottabb műsor rában, akkor megérte. Nekünk is megérte. De mi, figyelj, mi János kedvelünk, szeretünk. Így van, hiszen mi is téged a legjobb magyaros stand-up comedy-nek gondolunk, hívunk, tartunk, és két emlegetünk. Ide nyalás, oda nyalás. Egyébként te vagy az egyik azon kevés közül, akik így szeretünk időről időre visszahívni. Tehát mindig azt szoktuk csinálni, hogy kipróbálunk új embereket. Te most már nem tudom, harmadjára vagy itt. Nekünk sok egy kicsit, de a hallgatók állítólag kedvelik. Hú, tényleg egyik kezével ad a másikkal erre. Nagyon vigyázni kell, hogy mikor vágok éppen szavába. Köszönöm szépen. Figyelj, próbálj ki újként. Tehát csukd be a szemed, ja, és új vagyok. Jó, de izgi. Mivel jöttél ma? Teszem föl így a kérdést, mintha nem beszéltünk volna. Kicsit megágyazva a válasznak. Igen, és még mielőtt emögött is bárki promót sejtene, pontosan, hogy szeretném a hallgatóknak megköszönni. Azzal a gépjárművemmel érkeztem, életem első gépjárművével, amit elloptak, és a Morning Show hallgatói találták meg. Kaphatunk egy ilyen ovációt nekik? Lábja, adom nekik. Igen, mert igazán megérdemlik. Ezt kell mondjam. Köszönöm szépen. Na most legalább tudjátok, hogy miért nem mond nemet, amikor hívjuk.
mert annyira, hogy tudod, az olyan, hogy nem lenne elegáns, tudod. Ciki, visszaszerezték a kocsimat, én még nem jövök el. Amit visszaszereztek, nem megyek el. Az lett volna durva, hogyha a ti költségetek lévök taxival. Amikor ez az eset megtörtént, akkor ugye fölhívtunk téged, és elmesélted, hogy letetted a kocsit, és még láttad is, ahogy elviszi a csávó, futottál vissza az autóhoz, de akkor ugye a kocsi már nem volt ott, meg elmentek vele. Ideig volt meg a sztori, meg hogy elmondtad, hogy milyen autó. Mi történt aztán? Egy valamit tegyünk tisztába, tehát ez kedreggel volt, amikor mi nagyon beszéltünk. Nagyon fontos. Na, és most is kedreggel van. Milyen érdekes ez? Hogy, de hogy tényleg, sose várja meg, hogy ki a gyilkos a végén, ugye? Tehát ő már az elején, már a helyszíneléskor. Igen, na, de nem baj, hogyha hátulra ül a moziban, mert akkor nem zavar senkit, akkor nem feláll. Tudod? Hát ő elől nem ülhet semmiképpen, hát kiülne mögé. Na, tehát, hogy egyébként is lett volna nálatok telefonos jelenésem aznap, tehát nem úgy volt ez, ahogy én sok embertől megkaptam, hogy fogtam magam és betelefonáltam, hello. Hanem tényleg lett volna egy témánk, és ennek a végére bigyeztettem oda, hogy bocs, eltűnt a kocsi. Mi történt utána? Na, hát két fiatalember találta meg, egy osztálykirándulás mentek az állatkertbe, képzeld el. Ez két ilyen 16-7 év körüli fiatalember. Nem. Egészen pontosan a tett helyszínétől legfeljebb 2 kilométerre vitte a profi elkövető. Az M3-as, ahol elindult a Kacsó-Pongrácz-úti felüljáró alá, gyönyörűen beparkolt egy lakóház ottani autói közé. Aha. Szerencsére soha nem tankolott tele. Szerencsére soha nem tankolott tele az autó. Soha nem volt még nálam annyi pénz, hogy tele tegyem. Hát ezt az ége 50 forintból eljutott, ennyit szánt erre az egészre, és azt kell mondjam, hogy tehát hiába apparátus, meg mindent, keresték szegény rendőrök. Egy-két nap ilyenkor van arra, hogy megtalálja az ember a kocsiját, mert nem tudhatják az elkövetők. Most kiokosodtam így hirtelen. Jogsim is most lett, de most már ebbe is képbe vagyok. Tehát már lopni is tudná, ha akarná nagyon kocsit. Egyelőre a sajátomat. Az meg már egyszer nem volt jó poén. Na, tehát az a helyzet, hogy nem tudják az elkövetők, hogy van-e benne bármiféle nyomkövető, ezért nem viszik rögtön haza szétszedni, ahogy régen volt ennek a menete, hanem egy elrakják úgynevezett pihentetésre. Valami nyilvános helyre. Nagyon egyszerű, ha nem mennek érte 2-3 napon belül az emberek, akkor abban nincs. Lehet menni érte, hazavinni, szétszedni. És tehát egy-két nap van arra gyorsan, hogyha véletlenül megfújják a kocsirat, hogy megtaláld. Mert akkor kim van valahol, szem előtt. És ugye tök jó, hogy rengetegen hallgatták a műsort, a két srác is pont fülhallgatóval hallgatta a Morning Show-t, és ott ment, ők mesélték el, ott sétáltak, el is egyszer csak látták, hogy ez az a rendszám, amiről pont beszéltek. És akkor már Abaházi Csabi kívánságműsor volt, és egyszer jön Csabitól egy SMS. Küldenék egy dalt. Képzeld el. Dombinak köszönjük az valami autót. Hasonló. Tehát jó, legalább annyira örültem neki, mint a dalt küldött volna, hogy ennyi, Csabi nem volt az a bőbeszédű ember, nem kílódott soha információkkal. Nem ennyit írt nincs nekem Csabi. Remek zenék. Ennyit írt nekem, azt mondja, látták a kocsidat, hívd ezt a számot, ennyi volt benne. Hát ez nekem elég volt. Hívtam egy számot, egy gyerek hang. De most mit vártál? Mielőtt tovább megyünk. Mit vártam? Hát azt, hogy valaki összekeverte valamelyik. De nem, hanem a Csabitól mit vártál? Hogy kedves Rombi, most telefonált egy hallgató, itt ülök egyébként a Klassz FM kívánság műsorában. De én nem ezt, el, nem ezt most akartam. Most kértek dájdót. Vagy dildót. Vagy azt. Nem, itt most nem ezt az információt akartam súlypontozni, hanem azt, hogy tök jó, hogy megvolt egymásnak a számunk eleve, tehát rögtön tudott nekem írni. Mert itt most az elég fontos volt szerintem a gyorsaság, mert nem tudom, hogy működik ez. Én mondtam a két fiatalembernek telefonban, hogy picit menjetek el onnan, és találkozunk valahol máshol. Ne az legyen, hogy álljátok körbe a kocsit, mert az nem lesz annyira frankó. Mentünk érte, és tényleg az volt. Tehát megláttad a saját kis járművedet, gyakorlatilag 10 óra telt el a lopástól, Sírtál. És tényleg ott volt. És hát nem volt kezük az esethez, tehát nem kellett kisebb készpénzösszeget Nem, ettől függetlenül én azért egy megjutalmaztam őket busáson, mert abszolút megérdemelték. Ingyen fellépés. A nappalitban. Azért ennél értékesebb ajándékot kaptak. Volt már nappaliba fellépés, az zseniális. Tehát el tudod képzelni, amikor a nappaliba előtte lép fel a hastáncosnő, és utána jössz te? Igen, és a hastáncosnő az édesanyját? Igen. És így még nem láttad, és sosem akartad. Ha már itt tartunk, volt olyan fellépés, ahol egy nagy amerikai konyhába após így bekönyökölt a étkező ablakon egy kolbásszal a kezébe, és mondtam a vicces, akkor beleharapott egyet. Vele szemben, meg anyós pajtás egy ilyen kombinált edzőgépen susogós melegítőbe, mely gyakorlatokat végzett. Nem mondd. De ezt most csak azért, mert feldobtad. De ők akkor nem voltak szegények. Nem hát, teljesen. Aha. De és ők mire vettek téged születésnapra? Vagy? Születésnapra, és ahogy elkezdtem a műsort, annyit mondtam, hogy boldog születésnapot, annyit mondott az ünnepelt, hogy inkább így áll.
És beszélj, egy ilyen 15 percnyi beszélgetés volt ebben. Aha. De a kolbász elfogyott, úgyhogy jól letettem. De várjál, hogy fölmentek a honlapodra, látták, hogy ott van a kontakt, ott van, igen, ez nagyon szimpatikus ez a vagy a szervezőn keresztül találták meg inkább. És akkor felhívtak, és akkor elmondták, hogy akkor hol kéne fellépni a nappalinkba. Mikor, azt nem mondták, azt nem mondták el. Nem, én kapok egy e-mailt, és tehát arra, hogy hol vagy, akkor eszmélsz rá, amikor ott vagy a ház előtt, hogy na bakker, megint egy magánház. Aha. Tehát voltam egy kisfiú 10. születésnapján, ahol, tehát nem is értette, hogy ki vagyok. Azt de mondta, hidd el, hogy téged szeret a gyerek. Azt mondta, hogy rábökött a tévére, és apa azt mondta, hogy akit lát a tévében, azt hívja meg. De jó, nem épp egy Bruce Willis film ment. És hát? Zseniális volt, és mondom, a srác 10 éves volt, és volt, figyelj, színjátszó kört rendeltek neki, énekes, táncost, engem. Óriási. És akartam... és egy koncertet a végén. Volt, és kérdeztem a srácot, hogy mondom, most mondtam neki, hogy ez igen, mondom, Lacika, 10. születésnap, és ekkora volumenű. Ennyit mondta a srác, azt mondja, ez semmi, láttad volna az 5. Ennyi. Imád, le tudod toltani. Ez semmi, az 5. jókat hívt. Szóval szumma szumárum, ugye az alaptémát így lezárva, megtalálták a hallgatók, oda mentem, átvettük, hogy zajlik ilyenkor? Mivel rendőrségi feljelentést tettem, ezért kénytelen voltam ezt rendesen adminisztratíve lezárni. Ki kellett hívni a helyszínelőket? Hát a magyar helyszínelők az azért nem egy NCIS, tehát... Hát a te ügyedre nem jók a magyar helyszínelők. Köszönöm. A nagy ügy van, de tudták, hogy ez egy meglett autó, érted? Ez meglett, mint én. Figyelj, az egyikük Angry Birds-ezett végig a laptopján, úgyhogy olyan igazából nem hatotta meg. A másik pedig 2 órát töltött az, hogy az elkövető lábnyomát kijöntötte gipszből. A kocsiban. Nem, volt előtte, mert a legnagyobb sárba parkolt be. Tehát még egy utolsó fricskázott ide nekem. De egy szuvenírnek neked? Nem, szerintem ezt maguknak. Ezt el az OFK láttad, nevében, láttad volna, művészú. Láttad volna, hogy örült, amikor így beazonosította egy kicsit könnyes szemmel, hogy 43-os a lába. ezzel mennyi gyanúsítottunk lesz így? Tehát egy 6 millió? Meg jó. De csomó embert kizársz. Én például nem lophattam el a kocsidat a 46-tal, érted? Így van. Tehát, hogy nem érted. Akkor azt mondta, hogy 43-os a lába, működik az ostor. Ez rendkívül profi, figyelj, kijöntik gipszel, lefújják mindenféle felületkezelő anyagokkal. Mondom, csak 1,5 órát töltöttek azzal a lábnyommal. Tehát azt nem lehet mondani, hogy nem voltak alaposak. Azok voltak. Amikor ugyanez a srác azt mondta nekem egy kicsit halkabban, hogy DNS-t is találtak a kocsiba, akkor nagyon beteg gondolatom lett így hirtelen, hogy hát igen, hogy ez a lelkülető, hogy egyedül csinálta, vagy volt hozzá. Hát igen, meg hogy volt rá lélek jelenléte, mert mondták nekem helyszínelők azt, hogy már emberi módon fogalmazok, ez egy nagyon komoly műsor, hogy rengeteg betörésnél találnak emberi fekáliát, mert van egy ilyen állapot, a betöréskor egy olyan ideg állapot, hogy... izgulsz. Igen, az első autója, amit eltulajdonítottad. Jaj, ez akkor nem is hiszem el. Hát van, aki ezt pakolja le, van, aki, hát ki mit hát tud? Vagy a másik variáció az, hogy annyira rádizgult. Tehát, hogy ez a dombodari autója. Én azt hiszem, hogy egyik se jobb. Ez nem hangzik abszolút jól. Tehát egy picit se keményedett meg a Már Bimbom ettől a verziótól. Na és azt a kis emléket nem a rendezetésszerű helyekre rakják. Aha, a bűnözők. Tehát ablak alá, szobába. A kesztyűtartóba. Tényleg ezt mesélték meg. Az gyönyörű lett volna. Benyúlok egy Vási Ádám CD-re, és hát végül is... Hát itt van a forgalmi, biztosul. Én nem mondtam semmit. Abban már bekészítek pénzt mindig. Tehát igen. Egyszer szóltak érte, hogy kicsi. Na, de kevés. De jó, hogy kijöttek, mert így bekerült ez is a statisztikába. Nem ők találták meg, de benne van valószínűleg az évesbe. Persze. Egy autóval kevesebb. Mondták, hogy a körútról azért viszonylag kevés kocsit lopnak el, ugye ilyen nappal megy a villamos, de hát tényleg a statisztikájukat javítottuk, és hát gyakorlatilag a két srác, hogy ilyen figyelmes volt, pont hallgatták a műsorotokat, és pont meglátták a rendszámot. Tehát azt hiszem, hogy ja, egyébként még az újságban is benne volt ez, szerintem csak azért, mert nagy sztori még a mai napig is, ha megvan egy jármű, mert nem jellemző. Ez igazából az átlagember győzelme volt a valahogy a szervezett bűnözés fölött, ezt kell mondjam. És egy nagy diadal az ORFK-nak, megkiderült, hogy 46-os a lába az elkövetőnek, és tudták, hogy mit ebédelt. 3-as, 43. Ha nem 6-os mondta? 3-as. Azért mondtam, hogy én nem lehetek. Ja. Ő nem, neki ez az alibi. Ennek van itt a stúdióban 43-as lába. Hát, akkor a Zsűr. Zsűr nagyobbat vett fel, mert ő tudta, hogy szaladni kell, és pronál a lába, nem akarta, hogy így elhajoljon. De nem egy izgulós típus, ő se lehetett. Mindezt az a lényeg, hogy visszafoglaltuk a járművet. Aha. Csak mondanám, és ez tényleg jó tanács, hogy bocsak, fél éve vagy jogsim, mindezt nem fogok én itt észosztani, de tehát nincsenek ellophatatlan járművek. Tehát rengeteget beszéltek, rengeteget meséltek erről. Ez is egy tipikusan elektronikai feltörés volt. Nehogy azt hitt, hogy valaki már oda megy egy dróttal és kipöcköli. Számítógép, pit. Így van, konkrétan az egész agyát kiszerelték, és berakták helyette a saját felszerelésüket. Így már a saját kulcsukkal működött. Szóval nem törtek, zúztak semmit. Nem és volt akkor hogy indítottad el? Mert akkor te kulcsoddal viszont már nem indult. Gyönyörűen, amikor leparkoltak,
voltak, kiszedték belőle a saját cuccaikat, és visszapakolták az enyémet érintetlenül. Nem. Szóval onnantól az enyémben működött rendesen. Másik, nagyon rendesek voltak a helyszínelők, ilyenkor azt mondták, hogy az a protokoll, hogy ha nem indul a jármű, akkor ők el kell, hogy szállítassák, ilyen műszaki telepre ők kivizsgáltatják. Aha. És viszont azt megengedték, hogy hívjak a márkától egy emberkét, egy szakértőt, aki szükség esetén beindítja, és úgy elvihetem. De nem volt rá szükség, mert indult magától. Mondom, visszapakoltak bele mindent. Na hát az is, annak is köszönhető ez, hogy ugye szaladtam utána, tehát konkrétan tettenérés történt, tudhatták, hogy 5 percen belül azért fogják őket keresgélni a környéken. Ennek, azt kell mondjam, hogy öröm az ürömben, ez szalattam a véletlenek utána. Szerencsés összjátéka volt. Kocogtam utána, három és feles átlagsebességgel. De hogy korábban indultál el, mint ahogy a bűncselekmény történt? Hogy időben odaértél? Technikailag ez úgy történt, hogy én este, ha ennyire részletekre font kíváncsi vagy. Nem, de magyarázd meg. Jó, este 11-kor raktam le a járművet, aztán ott hagytam, és én utána elmentem másfelé, és éjjel 1-kor értem vissza a járműhöz, és azt láttam, hogy égnek a lámpái. Ez nagyon fura, mert nem hagyhatod úgy, mert különben visít, mint az állat. És mentem közelebb felé, és elindult, és utoljára ilyet a Knight Rider-be láttam, hogy már az autó is menekül előle. Tényleg, így már szóltam. Milyen távolságtartom ma este a Verdám? Szóltam bele az órámba, told már Knight Rider, hogy Pajti, gyere azonnal vissza francba, de nem jött, tehát húztak el vele, mint a rossz sem. Nagyon nyomorult élmény ez, amikor így eltüntetik a szemed elől. Nem is tudom, hogy hogy volt a jobb. Így rossz volt látni, hogy elviszik. Az is biztos rettenetes, hogy reggel kimész, és nincs ott. Aha, de itt talán még rosszabb, hogy látod. Még talán rosszabb, viszont így volt esély arra, hogy egyáltalán meglegyen. Tehát így hamar lerakták. És a DNS-ből valamit meg tudtak állapítani, tehát tudjuk ki az elkövető? Rizibizi rátocsat, ezt tudták. Aztán a szövetkesztyű gyártóját tudták kimutatni, mert a kesztyűben volt. Pécsi kesztyű, akkor pécsi. Nem, igazából semmit. Tehát azt hiszem, az ügyet le is zárták. Uh-huh. Az iratokat pótolni kellett, a táskám azt jó érzékkel megfogták és elemelték. Nagyon komoly cuccok voltak benne, egy 2000 forintos tartaléktelefon, amit már csak az aksiáért tartottam, valamint még a legelső netbook, amit egy... Szóval már csak telepről. Akkor múzeum vigyel. Azt eladni, hát 5000 forintért van el lehet. Múzeális érték. Múzeum vitte el, azt mondod. És volt benne pár ilyen papírfecni feljegyzés, ilyen emlékjegyek, ami senkinek nem ér semmit. És most remélhetőleg otthon nézegeti valaki, ha egyáltalán érti, hogy mi. De volt az elmúlt időszakban olyan poén, amit te találtak és kollégától visszahallottad? Lehetett, azt mondod? Hát akkor a kis csetlin, nem? A kijegyzetet kis. Nem tudom, Sas Józsefnek van alibi állítólag. Ő nem járt. Na, a lényeg, hogy meglett. Így van, és most a lényeg, hogy meglett, és még egyszer köszönöm a hallgatóknak. Vagy bent a belsőben. Nem, beengedtek hozzátok. Így ennek köszönhetőek viszont ismerik már a járművet, meg azóta, tehát azért fel is lett szerelve mindenféle cuccal. Én nem biztos, hogy nem viszik el. Én csak Balázs kocsiját szokták elvinni trélerrel. Azt persze, ezt is mondták, hogy ha valamire van úgynevezett megrendelés, akkor azt kiemelik, elviszik, de most nem kattoghatsz ezen éjjel-nappal, hogy most mi lesz. Az a lényeg, hogy vigyázzunk rá, hogy tudunk. Vannak jó kis kütyük most már, én is szeretettem be lavicsak. Biztonságtechnikai szakértő lesz a srác. Hát ezt nem hiszem de tudod, hogy mit kapok én? Hát a haverok, fél évvel ezelőtt még nem is vezettem, tehát autóm se volt. Most meg már én mondom, hogy itt fordulj, nyugodtan ragd vissza. Tehát én is kapom az évet. És nagyképűen tudott már csinálni? Tehát szerintem az a nagyon nagy magabiztosság megvan, amit egy fél éves vezetési tudás az ad az embernek? Hú, nem tudom, hogy ez most nem tudom, hogy ez vád volt, nem. Mert látom, hogy rosszul érzed magad. Dehogy kutatom a fejembe, hogy ez mi számít nagy kép. Feri, azt akarja kérdezni tőled, hogy nagy a pofád, vagy sem, ha ez a téma szóba kerül. Ja, tehát ha valaki bevág el, én még nem tartok ott, hogy lehúzom az ablakot és káromkodok. Annyit nem ér a dolog. Aha, de a középsúlyodat már felnyomod. Nem, semmi. Tehát úgyis előzékenynek kell lenni. Csak ha már lekanyarodott valamelyre. Aha. Tehát beérkezel ide, és ott van a körút, ahol ugye a két sáv akkor, mint bárhol máshol egy. És azért ott azt kellett nekem megtanulni, hogy tükörtől tükörig ér itt a város. Aha. Tehát itt ennyi. Valamint nagyon-nagyon sajnálom, hogy az oktatáson annak idején a mély garázsba parkolást azt nem tanították meg. Ennek köszönhetőleg gyakorlatilag rögtön egy 500 000-es kaszkókárt sikerült abszolválnom. Figyelj, engem tehát körbe röhögtek. Pénteken délelőtt 10 órakor rögzítette a kaszkós embert. Ott körbe fényképezik a kocsit, de olyan kocsit biztosítanak, amin nincs sérülés, mert ott nem poén, hogy utána te megcsináltatod. 10 órakor dokumentáltan lerögzítettek, minden szerződéseket aláírtunk. Aznap este 6-kor lezúztam a kocsit, érted? És még a kárszakértő mondta, hogy írjunk már a hétfőt, mert őt is körbe fogják röhögni.
És azt mondta, hogy 30 éve csinálja ezt, de azért ilyen még nem volt. Ez biztosítási csalás, azt tudod. Tehát ez simán. Tehát, hogy megkötött 10-kor, és este 6-kor rommázózod a kocsit. Ez még nem, ez fordítva az lenne, de nem, hát nem volt ez szándékos. Aha. Azért mondom, ezeket a részeket kellett tanulni, mert arra gondoltam én, hogy majd az lesz a nehéz, hogy gyorsan menni, meg autópálya, ahol egy kicsit veszélyesebb. Azt hittem én is, de az ilyen apróságok, mint a 30-al araszolgatása körül, itt van a legtöbb baleset, tudod? Aha. Amikor összekoczannak, mert nem bírják már tovább. Meg az ilyenek, mondom, tehát a mélygarázs lyuk, ami akkora, mint a kocsi. De hogy rohadjanak meg, nem? Meg. Hát de tényleg nem tudnak nagyobbat csinálni. De nem, hát látod, hogy szegény kezdőautós keresztbe is be tudjon menni. De mondjuk, kisebb autót kéne venni. Jó, hát Osztály Sándor azért, tehát ő már egy ideje vezet, és neki is sikerült teljesen, úgyhogy más is teljesen nem szégyen. Nem, ott úgy volt, hogy szeret mandinerezni. Nem, ott úgy volt, hogy amíg telefonáltáljátok, egy Árda-szigetet húztak oda középre. Vagy elé ugrott a fal. Valami ilyesmi történt. Mindenki rokonokra. Hát ha megismerték, hogy Rúzsa Sándor azért ennyit nem kilódtak volna vele. Nem volt egy bakfit. Köszönjük a hallgatóknak, mi is. Köszönöm szépen, és én akkor is. Te pedig még inkább köszönöd. Hát további izgalmas, érdekes történetek a friss jogsis. Mi van még? Örök azért? Friss jogsis. Az örök friss jogsis és a futó ember, mert ezt hát, azt meg akarjuk kérdezni, de majd csak a hírek bizony, után. Bizony, úgy hírlik, hogy részt vettél a hétvégén, nagyon érdekes. Egyik hihetetlen info a másik után. Hát basszus, kész vagy. Utolsó előtti lettem. Mert már az nem az az érdekes, hanem hogy ez a test tud futni, ugye? Mert én az enyémről is ugyanezt mondom. Egy domról indult Feri. Hát de akkor is valahogy csak lépett. De oda fel kellett menni, nem indulhatsz dombról. Igen, azért van a libegő. Fiamnak is mindig ezt mondom, a lejtő jó dolog, de föl kell menni a tetejére. Úgyhogy akkor ezt még szeretnénk megtudni rólad, hogy most mi ez az újabb őrület, hogy Iron Man vagy maga egy Iron Man. Tudod, vannak puha fémek is. És közben lehet jelentkezni az Óven bácsi Beru néni című népszerű játékra ajándékcsomagért SMS-ben. 6 perc múlva lesz 3-4-8, jó reggelt, szevasztok. És letépte a mikrofon. Az van egy kis háttérinfo a műsorról, ha nincsen beolajozva a mikrofon állványom, és emiatt így recseg, ropog, és próbálom meg gyorsabban magamhoz odahúzni, hogy ne legyen ilyen hang, zavarja a hallgatót. A digitális technikának is kell az olaj. Látod? Itt többen kérdezik, hogy nem lehet, hogy rettetes módon beitaloztál hajnali egyre is. Azért nem emlékeztél, hogy hol parkoltad le a kocsit, és egy másik ugyanolyan színű autó elment itt az autólopásra, reagálnak a hallgatók. Elképzelhető. Viszont akkor nagyon-nagyon profi vagyok, hogyha full részeg állapotban kicseréltem egy általam nem ismert gépjármű agyát, majd aztán visszaraktam. És az egész helyszínelést meg mindent lezavartam együtt. Figyelj, simán lehet egyébként. Voltál. Tehát amikor az ember iszik, akkor adott esetben csodákra is képes. Nekem volt egy borsti katonatársam, aki még ki tudta nyitni az autót, és el tudta indítani, úgyhogy nem volt hozzá kulcsa, csak elaludt benne. És így elment mellett egy járőre, utána benézte, és látták, hogy ott ül benne, kimenőben valaki, rádőlve a kormányra, úgyhogy az ajtó félig nyitva van, teljesen öntudatlan állapotban, a motor pedig jár, de nem az ő volt az autó. És nem volt hozzá sluszkulcsa, és minden sikerült egészen odáig, hogy ébre kellett volna marad. Most ha ittasan biciklizni is lehet, hát beülhetsz más kocsijába is. Egyébként meg nem ment. Az bűncselekmény? Hogy ittasan egy állójárműben ittasan ülök, úgy, hogy jár a motorja. Hát ha úgy jutott be, hogy zúzott, illetve nyilván, akkor igen. De hát nem közúti bűncselekmény szerintem akkor. Hogy nem találta valahol egy padot, hogy egy picit lepihetjen. Csak kényelmesebb azért büntetőjogból még nem vagyok otthon. Debrecenben a Szoboszlói úton mérnek egy fehér Suzuki-ból, egy 5 írta ezt nekünk, teljes útzára 82-esen, Győr bevezetőjén, ez pedig egy másik közlekedési információ. Kérem szépen, megdöbbenve olvastuk a hírt, megdöbbenve, azt mindenki tudta rólad, hogy elkezdtél futni, már most már jó hosszú ideje, illetve folytattad a futást, de hát most valami olyan emberfeletti teljesítményre vállalkoztál, hogy ami nem sikerült, de jó, de sikerült, de nem volt, hát szokásos, de nem volt emberfeletti, de sikerült. Mindössze 6 kilométeres volt az a táv, tehát azért ne emeljük jó, az azért, nincs az alkalom. Az egy erős szigetkör. Aha. Tehát azért az Ultra Balaton a 20-at megcsináltam. Na, én arra gondoltam egyébként, de azzal akartam felvezetni ezt a könnyed kis 6 kilométert. Mm-hmm. Mert azért 20 kilométert lefutni, az még egy átlag embernek sem nem egy ilyen szépnek, mint te meg én. Az nem egy könnyű dolog. Figyelj, rendszeres futóknak sem vagyok. Egyébként egy egyszerű történet. Tehát azt szokták mondani, hogy az számít mondjuk rutinos futónak, aki folyamatosan egy egyenletes tempóban 30 percet folyamatos futást tud abszolválni. Na, ő már nem számít kezdőfutónak. Aha. Na de most ha 30 perc alatt egy ilyen, mit tudom én, 5-6-7 kilométert lefutsz, persze, de 20-at, azért az már egy félmaraton.
Hát, hogyha a Pista le tudott futni 20 kilométert, akkor ő már mindennek mondható, nem csak kezdőfutónak, nem. Az a helyzet, tudod, hogy mindig el szoktam mesélni, hogy tagja vagyok ennek a DK csapatnak. Igen. Igen, az egykori dagadt köcsögöknek, akik között már lassan már nincsenek dagadt köcsögök. Abszolút nincsenek. Hát akkor először igen. A kérdőíven csak ez a rész van, ezt kell beigszelni. Na, szóval a srác, aki duci informatikusból profi futó lett, ez nem én vagyok, hanem Mózs Gergő. És egy egész komoly csapat szerveződött mögé. És tavaly a Nehéz Bombázók 2013 csapatban indultunk, idén pedig a Roha DK csapatban indultunk. De az a lényeg, hogy mennyien, azt hiszem 5-en vagy 6-an voltunk, így osztottuk fel az Ultra Balaton távot, ami 212 kilométer. És nálunk volt Gergő idén, ő saját maga vállalt 50 kilométert. Jó, hát a Gergő már ultrafutó gyakorlatilag. Igen, ultrafutó. Hát. És ebből jutott nekem 20 kilométer. Az a helyzet, hogy egészen más mondjuk szigetköröket róni, meg egészen más, amikor váltóba vagy, és tudod, hogy menni kell, és vinni a kis kütyüt, amit ilyen most már elektronikus váltó van. Ilyen, aha. Oda csippantod, és akkor... Nem, ebben nincsen semmi ilyesmi, egy karórához hasonló kis eszköz. És valahogy más, meg ügyesen megszervezzük, tehát mindenki leteszi a kocsiját arra a pontra, ahova érkezik. És visszaviszik, amit még el tud érni futva. És visszaviszik őt a kezdőpontjára. És ez, érted? Tehát van egyfajta cél, hogy nem köröket rovok, és nem ugyanazt látom ezerszer, mint a szigetet, hogy na már megint itt az étterem, megint itt az állatkert, hanem van egyfajta A-tól B-ig érzés, és akkor úgy megnyomod. Megint és, itt a Balaton, én még mindig a Balaton. Az Ultra Balatonnál igen, mindenhonnan hát látod. Magadat, hogy égeted, ha kell, de a többieket is égetni kell, az már nem annyira vicces. Nem annyira, de tehát mondom, az egészben van egy ilyen nagyon pozitív, amikor elindulsz, mondom, tehát én is 1000 éve futok már, de nem is képzelik el rólam, rám néznek, lelegyintenek, körülbelül az 5% méter már kritikus. Tehát egy kilométer... Ott már érzed, hogy baj van. Egy kilométer eltelik, és az összes gondolat jön a fejedbe. Miért csináltam ezt? De hülye vagyok. Kinek kell ez? Kinek akarok én hazudni? Biztos, hogy de igen, még közelben. Látom a rajta, de már szarban vagyok. Hogy visszafordulni már értelmesebb lenne. Aztán jönnek ezek a fázisok, amiről nem szívesen beszélnek. Ugye a 6. kilométernél bedagad a lábad, aztán kienged, bevizesedik, jönnek a tej, jön a tejsavasodás, itt másfél fáj, ott fáj. Kilométernél jön a fal. Ha nem fordulsz be, akkor bármilyet, ilyen jön a kamion. Na, és tehát megvannak a fázisok. Aha. Tehát tudod, hogy ha pár, mit tudom én, ha már az ahilleszem húzódik, az azt jelenti, hogy körülbelül a távonnak a 3/4-nél vagyok. Na jó, de ha 1 kilométert futsz, akkor is 3/4 kilométernél elkezd húzódni. Nem, ezt úgy hidd el, hogy a légzés technikát, hát azt még én nem tudtam rendesen megtanulni, és körülbelül 2-3 kilométerig zihálsz, fújtasz, mint az állat. Akkor aha. Egyszerűen a szervezeted megszokja azt, hogy most én neked ilyen oxigén felvételed van. És már rendesen rosszabb, amikor megállsz, mert akkor arra állsz át. Mivel frissítesz, mivel viszed be azt a megfelelő mennyiségű energiát, ami kell a futáshoz, lehet tudni, hogy tudod, például nagyon ilyen sok ultrás van, hogy ilyen mindenki izogéleket, meg ilyeneket, de nagyon sokan unják, meg sok embernek nem bírja a gyomra, hogy viszel magad a ránthat húsos szendvicseket, vagy de nem, most ez rossz szemétségnek, volt. Nem, szemétségnek tűnik, de nagyon sok ultrás ilyen ilyeneket, hogy szendvicseket vitett magával, meg a frissítési pontokra, mert ezektől az izogélektől, meg mindenféle ilyen futóknak készített ilyen frissítőktől, meg energiaszeletektől ki van készülve a gyomra, és ezért tojásos szendvicseket, meg kolbászokat. Ilyen cseppfolyósított ilyen likvid bécsi szeletet bele a szopókás üvegbe, persze. Hát 20 kilométernél azért még ettől nem kell tartani. Olyan szokott lenni, és ismét próbálok magammal ellentétben disztinktváltan fogalmazni, hogy ugye a 3/4-nél úgy dönt a bérrendszered, hogy ő nem várja meg a célt. Érted? Aha, tehát ő hamarabb oda akar érni. Igen. Tehát egy kis koraszülött bébi, tehát előbb kidugja a kis fejecskét, mint ahogy a doktor bácsi engedi. Váltasz kézzelfutásra? Nem, igazi célja van, tehát valódi tét. Igen, végre. Valódi tét, és ott már azt, hogy vár a csapatod, de jó lenne már megállni. Nagyon rossz inni közbe. Például úgy, hogy ha menet közben iszol. Mert megy mindenhova, fejedre, arcodra, még ezt nem tudom. De lefrissít. De nem jó, mert befele kéne vagy jutatni az utcát. És ha meg megállsz, akkor ha picit is megállsz, akkor fennáll a veszélye, hogy nem indulsz el többet. Bizony. Úgyhogy a 20 kilométernél, és képzeljétek el, nem álltam meg. Tök az utolsó 3 kilométernél a vádlik azt mondták, hogy off, tehát system override, overdrive. Úgy, de hogy akkor már vitt a termetlenségi erő. Nem, mondom, elég lejtő volt. Ja, hát megint azt a szakasz kaptam ott a Balaton felvidéken, hogy szinte csak emelkedő. Tehát nem is tudom, elvetek, nem lehet. Hát a gyerekek. Csak fölfelé? Hát volt lefelé is, de ott már teggurultam. De egészen más. Oké, hogy jársz arra egyébként is, de ugye, ahol van bicikli út, ott oldják meg, utak ott le vannak zárva ügyesen, és van atmoszféra, tényleg jó a látvány,
mindenki, aki elhalad... Fussá egy Balaton poszterrel a kezedben mindig, igen, akkor megvan a látvány. Vagy körbe egyedül, mi? Az, az. És akkor tanulja az ember az etikát, tud, van futóetika is, hogyha valakit lehagyunk, akkor mindig illik neki mondani, hogy hajrá, ez az. Az mondtad egyszer is? Nem, senkinek, pont erre akartam kijönni, hogy már ismerem a szabályt, de még nem tudtam használni. Igaz, hogy így megvabál egy fejbe, és alig várod, hogy éljél vele, mert onnantól érzed meg az igazi futónak. El kell mondjam, most hétvégén volt az Iron Man. Fúss velük szembe, az, az a megoldás. Az a szigeten van, mert általában akik autóval járnak, itt a Margit szigeten, azok az Árpád hídi oldalán teszik le a kocsit. És vannak a villamososok, azok meg a Margit hídnál. És ott szembe futnak az emberek, és tényleg nem tudod. És egészen máshova esik a 3000 méter neki, mint nekem. És olyan jó, már a harmadik lépés után ki van írva, hogy a fele kész. De akkor valaki egy csalódás, hogy így futsz, elmész valaki, mert csak mondod, hogy csak így tovább menni fog, ne add fel a szobor, csak így tovább menni fog, nyugdíjas zebránál. Nekem olyan van, hogy felrakom a füllhallgatót, de nem kapcsolom be. De most ezt muszáj elmondanom, mert elfelejtem. Most volt az Iron Man hétvégén, és egy emberke előttem végiggyalogolt, és nem tudtam utolérni. Rendező volt? Nem. Egy rasztasrác, külföldi volt, mert szólítottam, de nem szól semmi. Vagy te futsz lassan, várjál, vagy te futsz lassan, vagy ő gyalogol. Én futottam végig, nem tudtam gyalog utolérni a srácot. Nagyon jó egyébként a lezárt rakpartokon futni, mert körülbelül annyival mész ilyenkor gyalog, mint kocsival, hétköznap. Körülbelül, tehát ott 10-nél gyorsabban nem tudsz menni semmivel. Na egyébként csak mondom, hogy az Iron Man-en mi 13-ak lettünk a Balázsral meg a Jánossal. Én néztem. A csapat égé, akit verbúváltatok. Hát mindegy. Tök jó, ti nevetek, mert történt az egész. Érted, ők nem indultak volna, ha mi nem vagyunk, és nem lépünk vissza. Én kutyám kölyke, így van. Jól tettétek, hogy... Egyébként direkt vártam azt, hogy a Feri is elindul ezen a Wi-Fi tránon, amiről beszélsz, ugye, mert ugye ezek a túlsúlyosok, vagy a kicsit nagyobb, milyen 100 kilón felüli, 90. vagy 90 kilón felüli futóknak volt szervezve, és tökre vártam, hogy a Feri is elindul rajta, mondom, biztos, hogy ott lesz. Mert nem szeretem ezt. Miért? Azért, mert valaki 90 fölött van, azért miért kell megkülönböztetni, nem? Gyere már velem, tesó. Ne csináld. Külön verseny. Diszkrimináció. Én miért nem indulhatok a normális futók között? Te miért nem indulhatsz? Azért, mert kettőt lépsz, az és már le van hagyva mindenki. De az nem súly, az a magasság, tudod? Az jelentős különbség. Figyelj, a megkülönböztetésre azt hiszem, nekem nem kell előadást tartanatok, mert tehát eleve egyrészt tűrnöm kell, mert valamilyen szinten ilyen fapados közszereplő vagyok, ezért kell tűrnöm. Hát, aztán azért, mert kövér vagyok. De gondolj bele, egy kövér közszereplőnek mit kell. Tehát már magamat anyázom reggel, az a biztos. Dupla mi? Egy az egybe. Úgyhogy jó, ezzel reggelt. Most lehet, hogy megint egy... És beleköpszött tükör. Tőlem kapod az elsőt, a többi már nem fog így fájni. Felköpök a plafonra és aláállok. Az a biztos, úgy indul a reggel. Na a lényeg, hogy megcsináltad az Ironman-en, ezt a 6 kilométert kellett futni? Igen, itt ez egy 6 kilométeres táv volt, és tök sokan szurkoltak, annyira jól esett, még akkor is, ha a nagy részük ilyen bérszurkoló volt. és az egyik saroknál meg Kokó tapsolt nekem, hajrá, hajrá, és tök jól esett. A Kokó majdnem egy évet készült arra, hogy teljesítse az Ironman-t, és egy nagyon-nagyon jó időeredménnyel fejezte be a versenyt. Volt a Dombin. Hát, egy ő picit már... előbb ért be. Nem, ez, nem a, egyébként a egy nappal korábban, hogy persze a Kokónak a futama egy nappal korábban volt, és akkor nyilván ő kiment, mint egyébként a rendezvénynek az egyik arca, másnap is szurkolni. Útra Balatonon is volt Kokó, hát zseniálisan csinálja, az biztos. A szurkolást, vagy a... Mind a kettőt remekül csinálta. Szóval azért, képzeld, hogy meghalsz meg minden, és akkor ott egy jól ismert arc, akinek láttad a meccsét, és... Aki nagyon jó sportban. Aki egy nagyon jó sportoló, és tiszteled. És még őszintének is tűnik a mosolya. Abszolút. Nekem az, hogyha tűnik, az nekem bőven elég. Tehát... Tudod, vannak olyan pontok, amikor már a megjátszott orgazmus is ajándék. Van, aki még erre se veszi a fáradtságot. Hát nyitott kapukat döngetsz, Pista. 9 perc, ismerjük az érzést, 9 perc múlva lesz 8 óra, Óven bácsira és Beru nénire nyitunk rá. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint útolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Zsolt, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia, süközsdi vagy, ugye? Igen. Itt Anna már kiszedett belőled mindent. Te figyelj, ezt sose kérdeztük még meg, de most itt a születésnapja kapcsán, ezt hadd vessük már fel, hogy milyen dolog Annával beszélgetni. Jó fejű? Jó fej, nagyon jó fej. De telefonálsz, vagy SMS-ben jelentkezel, visszaív, és elkezd faggatni? Hát kifaggat persze mindenről. Főleg most így baja közelében vagyok, aztán a halált érő faggatott a legjobban. Igen. És elárultad az üzemi titkot neki? Hát üzemi titkot nem szabad. Azt nem szabad. A tészta, ezt kell mondani. Van benne tészta. Így van, nem szegedi.
Ez a, igen, ez nagy különbség. Aha, a Bajai és a Szegedi között ez egy nagy különbség. Éreztük a finom lefitymálást, nem Szegedi. Én egyébként annak idején, amikor még ettem, haladta meg húst, akkor nekem a Bajai volt a kedvencem. A tésztás halászlé. Akkor is érezted, hogy egyszer vegan leszel, és akkor a tészta bevitel, az fontos volt benne. A sok szénhidrát kellett már akkor is. Dolgozol, vagy otthon vagy? Dolgozok jelenleg. És mi a munka? Vagy ne kérdezzük? Hát ő szobafestés. Nincs valakinél felújítás, gyerekek? El tudom intézni. Csak mondom egyébként. Maradt sárga festék? Sárga, még a kezemen is van. Akkor lekaparjuk, kis helyen élek. Jaja, tetszik már egy szobára még elég. Na, akkor mutatjuk neked, hogy mit csinálnak a jó öregek. Oké. Szaplatnak? Bizony. Futnak. Jaj, ez gyorsabban megy, mint én. Pedig digitális. Hát ki nem? Ez szoktam mondani. Ezt szoktam mondani, de ki nem? Na, jön a dal. Aha. Segíthetsz, zombi, ha tudsz. Jaj. Hát ebben még ő sem tud. De tudok. Milyen robbanó anyagokat ismersz? Jó, menjetek be. Például a TNT-t. Aha, igen. De már. Hát most jöhet a kocs. Köszönöm szépen a segítséget. Nagyon szívesen, de először azt hittem, hogy a Hello idegen. Azt jobban szeretem már. Figyelj, az van, hogy a Dombi küld neked ajándékot, jó? Mert na, én jó, erre jó. Nem tudok adni, de ő meg nyilván van neki egy műsoros kazettája CD-n. Hát azt hagyjuk. Vagy egy CD kazettá. Mi az, hogy hagyjuk? Jaj, köszönöm szépen. Küldök neked egy Fási Ádám Best of-ot, még készül. Mert az mindig van neked, viszont. Zsolt, nem vettünk ki semmit, ugye az ajándékcsomagból nem kellett hosszabb részletet mutatni, hát Dombi mondjuk lelőtte a játékot, aminek így értelme nem volt, de ez nem baj. A kutyák veled vannak, meg ott van egy kakas is hátul. Köszönjük, szevasz! Köszönjük, szia! Hello. Miért nem adnak ki a humoristák ilyen régen volt egy csomó ilyen vicces lemez. Szerintem Sándor azért, György szerintem például, én szerettem. Az volt a nekem egy rakás Markos Nádason volt kazettán. Na. Meg szerintem azért nem adnak ki a humoristák CD-t, amiért már a zenészek sem. Ja, mert hogy se. Aha, ez mondjuk igaz. Ez az egész ugye az internetre tevődött. Tehát digitális, vannak ezek a elektronikusan megvásárolható trackek. Mi most így a Duma Színházba csináltunk saját YouTube csatornát, és aha, van most már Duma Kabaré, ami rádió helyett most már a YouTube-on megy. Ez mi helyszínen rögzítjük élőközönséggel. De kitiltottak benneteket a csütörtöki rádió kabaréból, vagy mi? Az nem tudom, mikor volt csütörtökön. Egyébként csütörtök. Igen, szerintem, de mindegy. Ezt a szombaton meg hétfőn volt. Nem. Új vezetés lett, és nem teljesen egyeztek az elképzelések. Inkább így mondanám a rádióban. Nagyon fura dolgokat talált ki a jelenlegi főnök, aki a hangmérnökből lett főnök. Tehát bármi lehet, Zsül, úgyhogy... Figyelj, összekapod magad. Poénok nincsenek, minden de legalább jól szól. Mindenáron esztrád műsort akart rádióba. Tehát a flitterek istenien mutatnak rádióba például. Aha. Tehát így... Meg ilyet mondod, hogy rá kéne venni ismert zenekarokat, hogy parodizálják ki a saját dalaikat. Ugye? Ugye? El tudod képzelni, hogy mit tudom én, hogy mondod Kóbor Jánosnak, hogy Petrolom lámpáját énekeljen már azt, hogy mit tudom én, Ló Citrom. Aha. Szóval simán, csináltunk inkább egy sajátot. Tudod, csak ő nem. Ez az előző játékos fiatalember lakhelyére jutott eszembe egy nagyon rossz vicc. És már úgyis mindegy elmondom. Jó, hát én nincs lejjebb. Kérdez egyik ember a másiktól, hogy mi baj a magának? Hát nekem a szülővárosom. 8-kor hírekkel folytatjuk ez egész biztos, és hát van egy rossz hírem a számodra. Maradok? Nem, mert illetve igen, de hogy érkezik dr. Meskó Bertalan, aki orvosi jövőkutató. Tehát, hogy egyébként egy nagyon kedves, rendes fiatal ember, és nagyon jó fej is, tehát akár tudnánk vele így rendesen beszélgetni, hogy négyen vagyunk te is, de most én kértem őt, hogy legyen nagyon komoly, és akkor ezzel megzavar majd téged. Én megjósolom az orvosi jövőt. London. Aha. Mi? Na, majd ezt kifejtett később. Ő már volt egyszer a vendégünk, és akkor is szájtátva hallgattuk. Hát gyakorlatilag, amikor ő benn van, akkor egy nagyon kicsit, sőt nem is olyan kicsit, hanem egy nagyon széles kaput nyit nekünk a jövőre. Urológus? Tehát, bizony. Bizony. Beteg vagy. Téged fog először megvizsgálni. Hozott a múltkor is egy csomó olyan kütyüt, amit el se tudsz képzelni, hogy már működik, és megvan a világban, pedig ezek működnek, és most megint van nála egy csomó olyan dolog, amivel szebbé fogják tenni a te életedet. Jézus.
Jézusom, extazi. Örülök. Na, ilyen beszélgetést várhattok, kedves hallgatók, 8 után. 3 perc múlva lesz 4:49, jó reggelt, szevasztok, csend és nyugalom az ország útjain, illetve kivéve a budapesti Tímár utcát, mert itt van trafi, ezt Totya írta nekünk. Néhány észrevétel Rock Rádiót Magyarországnak, Börni, ahogy az előbbi dallal kapcsán. A másik, ne csináld, Jani, kirugatod magad. Jaj, aztán ne. Mehetsz az éjfél utáni sávban, mint a Sunny Roli. Legyen eszed, Csapi. Ez is csak egy szülőnapi köszöntés, hogy James Hetfield nemrégben ünnepelte az 51. születésnapját, és ha már Annát és Zsült is felköszöntötték, én azt gondoltam, hogy a legnagyobbak is megérdemlik. És még egy hozzászólás. Ki az a zombi? Az te vagy. Biztos? Aha, hát szerintem igen, Kazi kérdezte, neki ez a név nem mond semmit, de hát majd most beégsz a köztudatba a Dombóvár is. Ma reggeli állandó vendégünk egészen 8 óráig, nagyon szívesen. Zombóvári. Zombóvári. És van egy szintén visszatérő vendégünk, akinek megint nagyon-nagyon örülünk, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Dr. Meskó Bertalan, orvosi jövőkutató. Ezt mindig meg kell nézem, mert én ezzel még barátkozom. Igen, az elejét meg a végét nem tudjuk megjegyezni. A doktor. A Meskó Bertalan megvan. Szia, köszönjük szépen, hogy megint jöttél. Jó reggelt, sziasztok. A múltkor, amikor itt voltál nálunk, akkor tényleg hihetetlen távlatokat néztünk át a jó voltodból a segítségével. Tehát bámultunk magunk elé, miután elmentél még hosszú perceken keresztül, és azon gondolkodtam, hogy úristen, úristen, tényleg ez a jövő. Ne, hát hogy lehet valaki ilyen okos, ilyen fiatalon, ez az első, igen. A második, eddig, hogy biztos tényleg csomó ez. Nője van. Vagy hogy ilyen fiatal orvos, és mit keres még Magyarországon? Hát, jó kérdés, jó felvetés. De nem is sokat vagy itthon. Vagy itt te itthon dolgozol tulajdonképpen, ezt nem is emlékszem. Igen, Budapesten élek, most jöttem vissza egyébként Melbourneből. Aha. Ott az első digitális egészségügyi konferenciát most szervezték meg. Azt mondták, hogy náluk még nem volt erről szó soha. De az mi, Skype-on vizsgáltak, vagy mi? Minden olyan eszköz, ami digitálisan felhasználható az egészségügyben, ami javítja az embereknek az egészségmenedzsmentjét, stb. Vigyázz vele, nem mindent lejátszó. Ért, hagyjad. Milyen mindent ért ebből? A legjobb dolgot választottad ki egyébként, mert a doktor úr megint hozott nekünk egy csomó izgalmas dolgot. Ez egy villa. Ez egy okos villa. Smart fork? Smart fork, happy fork a neve egyébként. Egy villa, egy klasszik villa, ami klassziknak néz ki, de remeg a nyele, de ezt majd a doktor úr elmondja, az a lényeg, hogy össze lehet kötni az okostelefonoddal. Miért is? Ugye márciusban voltam itt, és azóta alig tette pár hónap, de ez a világ, ez igazi forradalmon ment keresztül. Ez egyik olyan eszköz, amit most leginkább promotálnak világszerte, az alapelve, hogy azt mondták ki egy tanulmány alapján, hogy ugyanolyan éhségérzet mellett, ha lassabban eszünk, kevesebbet eszünk. Ez egy régi sztori egyébként. Egy francia cég erre ment rá, egy párizsi cég, és a villát ott kezemben most fogva be lehet kapcsolni, egy szín vagy zöld, vagy pirosan világít, és vibrál. Én próbáltam vele enni, étkezni, nekem sincs sok idő minden nap, mint sokaknak másoknak, falok igazából az igazság. Elkezdtem vele enni, és ahogy próbáltam volna a következő villát a számhoz emelni, rezeg is piros, még nem, akkor még nem. Még mindig nem. És most a következő. Hogy nézze meg be, ugye a Domi nem jó példa, erről nem tudjuk kipróbálni sajnos, mert mindig, amikor erő eszköz van a kezébe, elkezd remegni a kezé már az izgatottságtól. Hogy várjál? Megnyomjuk. Aha. Janikám, attól, hogy pirosan rezeg, ne azt a felét fogd. Rá kéne én, hogy étkezési célokra, mert lesznek itt félreértések. Igen, nagyon érdekes, hogy amikor már hajlítanád. Súlyéri a villa fejrészét, akkor abban a pillanatban érzékelő, hogy táplálék van rajta. Tehát gyakorlatilag nem csinál semmit. Tehát nem csak mozgást érzékel, hanem kell hozzá a tömeg, amit eszel. Ráadásul azt is méri, és telefonra küldi automatikusan természetesen, hogy pontosan mennyi ideig ettél, hányszor tettél a villát a szádhoz, és ajánl, hogy ezek szerint rosszul, jól, optimálisan eszel el, vagy nem. Na most, ez nem hülyéknek készül? Tehát, hogy így, akik így nem tudják felfogni, hogy figyelj, habzsolsz, rosszul leszel, rossz lesz az emésztésed. Jó, az a baj leszel, ezzel, nem okos villa hülyéknek, ez lesz a szlogenje. Nem, az a baj, hogy ugye te ezeket mindig úgy nézed, hogy te egy visszafogott étkezésű sportos fiatal ember vagy. Az, aki meg túlsúlyjal küszköd, Dick, az hiába tudja azt, hogy kéne enni, érted? Hiába tudom azt, hogy kis falatokat, keveset, hosszan, jól megrágva az ételt, tudom az elvet, de nem tudom betartani. A villa abban segít, hogy elkezdi rezgetni a kezedet, és lehullik róla a falat. A cél az nagyon szimpatikus, csak picit azt érzem, hogy így elkényelmesíti az embert. Tehát, hogy olyan, mintha nem rendelkeznék saját akarattal, valakinek engem újra és újra figyelmeztetnie kell arra, hogy... Vagy egy sima villával is el tudod ezt érni, hogyha mondjuk levest teszel vele. Tehát úgy nem jut a szádba semmi. Vagy gyümölcsleve. Ne is mondd, ez valós veszély, de azt látni kell, hogy ezek még, tehát okos, most van nálam okos vérnyomásmérő, okos villa, aktivitásmérő, alvásmérő és így tovább, ezek nem 5 éve nem voltak, de még fél egy éve sem. Tehát annyira most kezd átfordulni a világ, hogy most még van minden, még nagy, még csúnya, még óvatosan kezdjük el használgatni, aztán remélhetőleg egyre kevesebb lesz, kisebbek, és nem is veszük észre
azt, hogy minden nap használjuk, csak az egészségünket egyszer eszközött. De tudod ezt képzelni, hogy bemegy az egy ember az étterembe, és nem az étlap fel érdeklődik, hanem arra, hogy mondjuk a villája az fut-e Windows alatt. Az mennyire durva, nem? Hát pedig ez a jövő. Vittem már magam az étterembe, és furcsán néztek rá. Víztás a villám? Hogy? Mi? Konnektor kell, a villámot szeretném feltölteni. Igen, és evőeszközt nem kérek, hoztam magammal. Hát ez csak egy, de mielőtt végigmennénk a sok-sok kütyün, van előtted egy könyv, aminek az legeslegelső példánya van itt most. Köszönöm szépen a könnyű átkötést. Igen, az elmúlt egy évenben vért izzadtam szó szerint, hogy ezt a könyvet megalkossam. Ez egy kézikönyv, úti könyv a jövő orvoslásához. Angolul jön ki, most az Amazonon lesz. Összetett a téma, vagy nem beszélsz jól angolul? Mert látom, hogy angol nyelv. Angol nyelvű a könyv, igen. Lesz magyarul is késő. Onnan vette észre, Jani, hogy angol nyelvű a könyv, hogy nevet fordítva van. Igen, néztem is az adásmenetet, Bertalan Meskó. A célom az volt, hogy adjak egy igazi úti könyvet a jövő orvoslásához. Milyen 22 trend, technológia fogja szerintem formálni a jövőt, és mit lehet kezdeni ma betegnek, orvosnak, laikusnak, döntéshozónak, bárkinek. Ez egy igazi, azért hívom guide-nak, mert ez egy úti könyv, mintha egy új országban mennénk, csak ez a jövő orvoslása, hogy tudunk felkészülni ma. Én tartom azt, hogy ugye tele vagyunk kütyükkel, meg technológiákkal, a jövő orvoslása az nagyon technológiadús lesz, és nagyon nagy veszélyt látok arra, hogy az emberi viszony az el fog ebből veszni. És az én vízióm az, hogy ezt nem kell elveszítsük, de ezt csak akkor nem fogjuk elveszíteni, akkor fogunk találni egy egyensúlyi helyzetet a technológiák használata és az orvoslásnak az igazi viszonya között, ha ma elkezdünk készülni mindnyájan. Legalább képbe kerülünk, hogy milyen irányvonalak, technológiák, trendek vannak, mit tudunk kezdeni ma ahhoz, tényleg gyakorlati szinten bárki ahhoz ma, hogy erre a világra észszerűen készüljünk fel. És ahogy látom egyébként a könyvet, Green Doctor rektorálta a vészhelyzetből, csak haj volt még a fején. Nagyon jó, abszolút jellemzi a könyv hátulján a kettőség. Ott van Bertalan egy modern képen, egy tablet van a kezébe, viszont egy analóg stetoszkóp a nyakába. Ugye ez a két világ találkozása? Pontosan, de kitámogat ezt a gondolatot. Most a Melbourne-ben láttam egy olyan alkalmazást, amivel a fonendoszkópnak csak a vége van meg, a beteg a megfelelő pontot a mellkasához illeszti, és azt, amit a orvos amúgy a beteg mellett hallana, azt átküldi akár kontinensen túl is. Tehát van olyan hely, ahol nincs egyszerűen orvos. Miért még lehet majd a hálapénzt utalni? Hát szerintem még az is eljöhet. Azért egy praktikus kérdés ide kívánkozik, magyarul. Jogos kérdés. A könyv az valószínűleg hétfőn jön ki, az Amazonon lesz megrendelhető, fekete-fehérben, színesben és e-book formátumban, és már dolgoznak a magyar és spanyol fordításokon, és lehet, még koreai is lesz, nem tudom, annyira lehet. Az is érdekel, de a magyar egy picit jobban. De magyar fordítás miért nem tetszik? Te írtad a könyvet. Egy év alatt írtam meg, én nem vállalom, hogy most elkezdem fordítani, úgyhogy lefordítják és én átnézem. De ez durva, nem, hogy a magyart nem vállalja. Igen, angolul megírsz, gyerekek, szívesen, de magyarul. A cél azért, hogy angolul meghet, hogy tényleg mindenkihez eljusson, minden szélesebb körökhöz. Nagyon könnyű a nyelvezete, rengeteg benne a példa, abszolút nem szakmának szól, hanem ez nem ilyen nagyon felfoghatatlan egy átlag orvoshoz járó beteg számára, tehát most belegondolok a kis fatornyos szülőfalum orvosi rendelőjébe, ahol van minden, és nagyon jó az orvosi ellátás, de hogy mondjuk ilyet, hogy rezgő villa, meg olyan szerkezetek, amiket a múltkor hoztál, azok azért még szóba se kerülnek. Nagyon jó kérdés, szerintem egy kicsit sokkoló a könyv, aztán persze visszahozom a gyakorlati talajra, de épp azt akarom bemutatni vele, hogy amik nálam vannak most, azokat most bárki megveti bárhol. Tehát az, hogy én az alvásomat mérem egy 10-valányzer forintos eszközzel, és én 7 órákat alszom, de azt szuper minőségben, könnyen kelek. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ember csak azért nehezen éli az életét, nem örül, hogy munkába kell menni, nem szeret másokat, mert rosszul alszik minden nap. És éveken keresztül. Meg az ősbizalom a lényeg. Szerintem a magyar gyógyászatban az ősbizalom a lényeg, hogy doktoró lesz, biztos jót fog tenni nekem. Igen. Jót, Marika, akkor igen. Már be is veszed. Ezzel az okos villával majd újra. Más lesz a pacalényem. Figyelj, halljuk be őszintén, legalábbis én mondjuk a lázmérőt még értem. Tehát, hogy az összes többi most, hogy... De tudod, abból is csak a régi higanyosat. Érted? Tehát, hogyha 5 orvosi berendezést elé tolnak, akkor szerintem mondjuk 3 rákérdezésből tudod megtalálni szerintem az EKG-t, nem? Volt, hatalmas volt, drága volt, és glukocsin kellett tolni. És most a kezemben van egy 5x2 centis EKG egycsatornás készülék. Ez klinikai apróvált, tehát ez az amerikai FDA, ami a csúcs szervezet a világon, ez klinikai eszközként fogadtatta el, és amit ők elfogadnak, az szent. Ez egy egycsatornás EKG készülék, tehát most tudok csinálni akár... Akkor az olyan, mint az online kassza. Igen, annyi hátránya van, hogy a tüdődbe kell beragasztani belülről. De ezt meg tudjuk csinálni, tehát... Figyelj, adj egy pohár, tehát én le tudom ezt nyelni. Egy bankkártya méretű készüléket. Ez olyan, mint akármennyit fejlődött a lázmérés, csomóan még mindig fenékbe dugják alapból, meg se kérdezik, hogy... Igen. Úgy kellene fogni a telefont, aki itt elektródával.
elektródát. Fogom a telefont, igen. Fogok egy okostelefont, és a két elektródáját fogom. Jól tartom, doktor úr? Mindjárt meglátjuk. Mindjárt meg. Ujjjaj, már úgy, ez olyan, mint a buszindex, nézd. Nem, ne harap. 80-as pulzus, nem is olyan rossz. Nézd, milyen rosszak a befektetéseim. Most az euró gyengül. Egy EKG-szerűséget látok futni nem a képernyőn. Nem szerűség, ez az EKG. Ez EKG. 81 BPM, hát nem egy szkúter. De az neked szívre pont elég. Na, jól néz ki. Ez gyakorlatilag tényleg egy bankkártya méretű szerkezet, amit megfogsz két ujjal, és már csinálja is, ugye egy csatorna. Most ehhez képest ma bárhova bemész orvosi rendelőbe, kórházba, akkor valóban a zsúrkocsit tolják be, jönnek nagyon a tappancsok, lekennek ezzel a ragacsos anyaggal. És akkor egg-analízis, Jézusom, a tojást is nézik. Ez LCG, bocsánat. Igen. Tehát, hogy már is elemzik, akár élőben. Ez most real-time befutott a központba? Ez teljesen biztonságosan tárolja, el tudom neked kudani. Jefferson intézetben? A saját EKG-dat PDF-ben. Az EKG-met kér, EKG-met PDF-ben szeretném. Androidon. Komolytalanok vagytok, a kutya nem, fáját. Olyan nehezen haladok a technikával. Figyelj, az is meg tudja mutatni, hogy hogy fogadsz a telefonod a MMS-t. Van már egy nem csak mi haladunk ezzel, hanem és a szakmát sem szabad bántani, mert erre az orvos társadalmat világszerte soha senki nem készítette fel. Szembevejszem, igen, most pár éve, de egyébként máshol sehol. Tehát az, hogy nekem van genetikai, volt több genetikai tesztem, meg van a saját teljes genetikai állományom egy fájban. Ja, itt ül mellettem. És elvittem a házi orvosomhoz, hogy ezt meg ezt, és kíváncsi voltam, mint genetikus, amit mond, és mondta, hogy ki se találjam, hogy ezt elkezdem vele megbeszélni, mert fogalma nincsen. Tehát soha nem tanultunk erről semmit. Most kell ezt bevonni az orvosi kurikulumba. A szembevejszem, ezt konkrétan tanítjuk, hogy lehet felkészülni most a jövő orvoslásra. Ja, bocsánat, nem híres, kell attól tartani. Ja, szemelverszignált az apák megmentője. Zsúl, majd egy kicsit, azt csináljuk egy külön műsor ennek a résznek. Én attól félek, hogy hallod, már nem is lesz megtermékenyítés. Hallod, a DNS-e megvan, valakinek megvan PDF-ben. Aha. Csak elküldöd a nőnek, akinek tetszik. Az meg feltölti. Elolvassa, föltölt, és megvan. Ha tetszik, feltölti. Ha van Adobe, igen, akkor terve is tudnak ejteni. Jó, ez is izgalmas volt, de beszéljünk arról a dologról, amit hoztál, ez az alvás, mert ez szerintem nagyon sok embert ténylegesen érint és érdekel, mert ez egy jó pofa dolog, hogy EKG-t csináltunk most a dombinak, de ez az alvó szerkezet, ez szerintem nagyon sok olyan embert érint Magyarországon, húsba vágóan, akik tényleg nem alusszák ki magukat, és nem csak azért, mert mondjuk annyit alszanak, mint a János meg én 4 órát, hanem lehet, hogy 8 órát időben lealussza, de nem lesz pihent a végén. Abszolút, nekem 7 óra kell, szerencsés vagyok. Azt vettem észre, hogy sokszor megvolt a 7 órám, felkeltem, és nehezen keltem, nehezen pörögtem fel, és elkezdtem mutatni, mi lett az oka. Ez egy tényleg 1 centis-2 centis eszköz, egy francia cég csinálja, a palasznak, pulzusnak hívják. Egyébként a karomon tudom viselni nagyon vékony, kényelmes ilyen csukorszorítóval, és reggelre megméri, hogy mennyire volt az alvásom minőség. Megmutatja, mennyi volt a mély alvásom, mennyi volt, mikor keltem fel, felkeltem többször. És volt, hogy azt találtam, hogy nehezen keltem, mert amúgy 28-szor felébredtem éjszaka a 7 órám közben. Elkezdtem keresni, mi az indok mögötte, hogy rosszul étkeztem este, vagy nem mozogtam eleget, nem voltam hidratált, bármi. Az ember ezt kikutatja, mi az indok, aztán elkezdik még egyszer méregetni, és most már nagyjából tudom azt, hogy nekem hogy kell lefeküdjek ahhoz, hogy jól aludjam azt a 7 órámat. Okos órám van, nagyon az is nagyon 10-valahány ezer forintba került, Amerikában rendeltem meg, és megmondom neki, hogy 6:40 és 7 óra között keltsék fel akkor, amikor már amúgy is kelnék fel. Tehát ne aludjak feleslegesen a mély alvásban, de keljek fel nagyon könnyen. Nézd meg, csak behoztad, és a dombi már alszik. Nem, nekem az, hogy ugyanezt a kutyám csinálja. Itt csörgésre sincs szükség, hanem tényleg az van, hogy csak vibrál óvatosan, mert amúgy is könnyen kelnél fel, mert pont elkezdtem volna mozogni, nem töltöm az időt felesleges nemi alvásban, de nagyon könnyen kelek fel. Annyira egyszerű trükk, annyira szent költségben, odafigyelésben, annyira minimális igénye van ahhoz képest, hogy minden nap jól alszom. Igen, kereszt, ha megvan az igény, mert mondjuk én azért szombat hajnalban nem biztos, hogy örülnék, hogy hát beregne a karórám, amikor megyek ki a csetáros mártogatóért a hűtőhöz. De csak motiváció kérdése. Egy idő után nem is a karodra rakod, mert észreveszed, hogy beállag reggel, és új évre nem akarok karolni, de nem is tudok. Te lesz az alvó ügynök. Személyes motiváció kérdése, volt szó a futásról, én az igazság gyűlölök futni, mégis kimegyek hetente 2-3-szor, és rátaláltam, hogy nem tudok máshogy futni, csak akkor, hogyha a telefonomon mérem azt, hogy merre jártam, milyen időközökkel mentem, mert engem az adat motivál. Tehát mindenkinek meg kell találni azt, ami őt motiválja. Én azt várom, hogy végre befejezzem, hogy lássam, hogy milyen volt az engem, ha Rubin Béka fut előttem, az motivál. Hát az is sokat dob, így van, az jó húzóerő. Mit tud még az okos óra? Az okos óra abban is segít, hogy ne kelljen mindig telefonnal a kezemben üljek. Tehát például valakivel találkozom, telefon nincs. Időt mutat? Természetesen. Hány óra van, doktor? Az okos telefonokkal legrosszabb telefonálni. Igazi jó kérdés volt. Időt mutat?
Tehát jelzi azt, hogy kaptam-e SMS-t, e-mailt, bármit, de nem kell telefonomat nézem, mert csak óvatosan ezek milyen kis elegánsan. Emellett van egy nagyon egyszerű alkalmazása, az a neve, hogy 7 perces edzés. Reggel felkelek, bekapcsolom, megmondja, hogy 7 percig mit kell csinálni, és úgy felpörget a napra. Nem kell nekem kitalálni reggel az emberekkel. De pontosan. Illetve hát egyszerű alkalmazása is vannak. Én például a fallabdában nehezen számolom a pontokat, mert koncentrálok a játékra. Ez most ilyenkor segít, hogy számoljon. Tehát ilyen kis bugyuta alkalmazása is vannak, de van több száz, hogy lehet válogatni mindenkinek, ami számára megfelelő. Zseni. De tényleg. De nálad is nálad Domi, nem? Hogy? Hát a fallabdával. Én a röplabdával. Ugyanígy állok, nagyon nehezen számolom benne a pontokat. Nem, én attól félek, én már tovább gondoltam, hogy azért neked egy ilyen szoftverhiba az végzetes lehet. Igen. Vagy valami hacker bejut az adatközpontodba, és mondjuk átírja az éjszakai alvásodat, és 2:30-kor így valaki felkelt. Én már tényleg az ördög ügyvédje vagyok, szóval... Ráadásul 10 fajta eszköz kell egyszerre töltenem ilyen nappal. Hogy az okos villád mondjuk nem rázza a kaját, ezzel, és meghízol. Ezzel neked azért van egy macerán, ja, nem? Én parkon van, így van. Mindent föltölteni, mindent felrakni. De nézzük a másik oldalát, hogy eddig én amikor konferenciákon előadok Magyarországon, és megkérdezem a több száz kollégát, hogy hányszor mérnek vérnyomást egy nap, és sokan mondják, hogy 5-5, ahányik beteg van 5-10-szer. Megkérdeztem a múltkor pár hete, hogy és saját magukét mikor mérték meg. Ki az, aki az elmúlt egy hónapban egyszer megmérte, és vagy két kéz volt a több százból. Tehát nekem van okos vérnyomásmérőm, se egy pumpa rajta, se egy drót. Ezt reggel vagy hetente egyszer felpatintom a felkaromra, egy gomba rajta, és start, semmi dolgom nincsen vele. És miközben e-mailt nézek, megméri a vérnyomásomat, telefonom rád küldi, ábrázolja hosszú távon, és megmondja azt, hogy a VIA alapján ez mennyire optimális. Muszáj közben e-mailt nézni? Akármit lehet csinálni közben természetesen. De egyébként, hogyha megvan még a számlád, akkor szerintem 2 hónapon belül küldenek hozzá drótokat, ha jelzed nekik, hogy nem kaptál. Ez olyan, mint a wifi kábel, azt is adnak. Ja, ez a francia cég csinál olyan mérleget, amivel rász, felismeri, hogy te vagy, méri egy tömeget, természetesen átküld a telefonodra. Szia, Pistikém! Megíztunk! Mellé kell kéne egy levegő minőséget körülötte, címarosszi minőséget, csak ilyen plusz featureként. Tehát annyira sok kütyű jön most felénk, amiket fel lehet használni, valamiknek semmi értelme nincs. Egy mérleg, ami levegőt is mért. Levegő minőséget is. Minőség. Hisztál 5 kilót és rengeteg a szénmonoxid a levegőbe, ez egy használható adat. Szerintem miért nem jó? Hát igen, csak nekem mindig ez van az okos előtag, ugye minden smart. Aha. Azért a legsmartabb az volt, aki ezeket kitalálta, üzletileg. Hát nem? Neked ezt nem muszáj megvenni, hát, viszont ha akarod, akkor könnyebbé teheted a saját életet. Meg azért valljuk őszintén, most picit így hagyják a másik oldalra, az az óra, az nem drága, és ehhez képest pedig olyan dolgokat tud, amiket egy hétköznapi karóra is tud egyrészt, másrészt pedig adott esetben az jóval drága. Tehát, hogy most ez a 10 000 forint egy óráért, az nem rossz. Úgy segít a futásban téged például. És én rossz példa vagyok. Nekem van 20-valány kutyú, mert tesztelgetem őket, kapom a cégektől, hogy próbáljam ki, előadásaim mutassam be. A cél az, hogy ami valaki szeretne mondjuk jobban futni, vagy jobban aludni, akkor talál egy eszközt, ami tényleg egyszer-két centiméteres, szerintem ahhoz képest sokkal olcsóbb, mint amit a később eredményben fog adni, és akkor azt kezdi el használni, ameddig szüksége van rá, de sem mindig. Na jó, magadom arra. Tehát te nem dörvölj. Ennyi. Nézd, ennyi. Kell ennyi adat. Annyira analóg vagyok. Itt van még valami, ez vélhetőleg egy fejre illeszthető eszköz, idáig jutottam el vele, olyasmi, mint egy régi típusú fejhallgató. Igen, de nincs hozzá kábel. Ez a legújabb eszközöm, ez egy hete használom. Ez az első olyan keresményfogalmon kapható fejpánt igazából, ami EEG-t mér, elfeleng a falon. Vagy póni szemellenző. Nagy hullámokat mér. Nem azt csinálja, hogy megmondja, hogy pontosan most milyen nagy hullámokat generálunk, mert nem tudjuk elemezni, nincs értelme. Aha. Hanem azt mondja, hogy most aktív az agyunk, vagy ilyen semleges, vagy nyugodt. És abban segít megtanítani, azt segíti megtanítani, hogyan tudjuk az agyunkat legyugtatni, relaxálni. Azaz felveszem a fejemre, agyhullámokat mér, a telefonom egy alkalmazás, nagyon egyszerű, egy ilyen tengerparti hangot hallasz, és a széljárásnak megfelelően az agyadnak mutatja az aktivitását. Tehát tudod azt, hogyha nagyon nagy szél fúj, akkor az most nyugodtabban kell lenni, kicsit le kell engedni. Az ember megtanul 3-5 perc alatt, naponta ennyit szánok el én is, hogy amikor szeretnék pihenni 5 percig, akkor tényleg tudja, mint a meditálnék kb. De jó, mondjuk erre nekik itt van 1,5 millió hallgató, ők meg 10 percig hallgatják az adást, és megmondják, hogy aktív-e az agyunk, vagy sem. Ez hát az ember egyből felmerül, amit elkezdi használni, hogy az az első gondolata, hogy most nyugodtnak kellene lennem, tehát akkor nyugodjak már le, és akkor elkezd a monszun széljárás járni, mert annyira aktíva válik az agyunk emiatt, hogy tényleg megtanulunk, hogy most nem gondolkodunk ilyeneken, hanem most 5 percig magam vagyok, és nyugodtan vagyok. Én alföldi gyerek vagyok, engem idegesít a tengerhang. Tehát én még a szaunába is kikapcsoltatom ezt a nyugtató zenét, mindenre egyszerűen felcsesztőlete egyet-egybe. Azt kifiket szereted egyébként? Tehát, hogy szoktad őket nézni? Skifi mániás vagyok, szerintem a 20-as évektől kezdve, ami skifi film volt, azt én nagyjából láttam. Az igaz, vagy lehet látni egyébként, főleg, hogy így visszatekint az ember mondjuk ilyen
klasszikus skifikre, hogy a rendezők, forgatókönyvírók figyelik a jövőkutatóknak a munkáját. Itt van például egy klasszikus példa erre, ott van a Külön vélemény című film, amiben ugye ez a retinaszkenneres dolog először ugye a filmvászonra felkerült, és akkor nyilván a tudósok már korábban tudtak róla, de ugye a közvélemény számára akkor volt ez a dolog így először így napirenden, is mostanra gyakorlatilag 2014-re ez a dolog, ez a valóságá vált. Én már elképzeltem, sőt, már hogy... vénaszkenner is van. Ah, ja, igen. Én már elképzeltem, hogy okos villák érkeznek a világra, és lerohanják Jászkar Jenőt. Tehát semmi kizöld emberek. Ez az képben odáig fajult, hogy nem csak ők figyelik a jövőkutatókat, hanem fordítva is, tehát most már a szakmabeliek figyelik a filmeket. Annyira elborult elgondolások vannak néha, amiket elkezdenek tesztelgetni, próbálgatni a valóságban. És azt látjuk, az elmúlt 15-20 évben a sci-fi filmeknek a elborult forgatókönyvírói nagyjából azért megjósolták a következő 5-10 évet. Hogy mi minden lesz. Pont a Külön véleményben volt az a kesztyű, amivel Tom Cruise tudott így az a levegőben adatokat mozgatni. Az idén készül el. A filmek inspirálják ugye a technikát. Abszolút. A Mission Impossible első sorozataiban emlékeztek rá, a diszk 5 másodpercen belül megsemmisíti önmagát. Nem volt hordozható DVD, nem volt folyadékkristályos hordozható kijelző. Oda montírozták gyönyörűen egy kék vagy egy zöld háttérre a kis képet. És most meg már tabletünk van. És ennyi. Söpörgetjük rajta az infót. Ott volt söpörni a tudok. Honfoglalás című film megjósolta előre például a drótkerítést, ott volt a csodaszarvas mögött, hogy emlékeztek. Igen, meg tudtuk, hogy Franco Nero lesz Árpád. Az ötödik elemben emlékszünk, hogy berakták egy ilyen kis dobozt, egy kis pici csomagot a mikróba, és kivette egyből a kész grill csirkét, tehát 3D-ben printeltek ételt, ezt idén a német cég megcsinálta. Nem akarok olyat enni. Opa. Nem akarok. Ételből hozzák össze, a nagyon sok ilyen idősek otthonában az étkezés a legfontosabb ilyen szociális esemény. Aha. És sokaknak van nyelési problémája, és nekik ilyen purifikált ételt kell enni, ami lényegében egy gél. És nagyon rosszul esik nekik, hogy a többiek eszik a gurmé szintű ételeket, ők pedig ezt a purifikált gélt igazából. Ez még nem Magyarország, biztos, hogy gurmé szintű. De ki látta a Csehszlovák Látogatók című skifit annak idején sorozat, volt, ahol nasperzselé volt, egy ilyen pesgőtablettát bedobott egy tányérba, elkezdett forogni, emlékszel? Az. Kolbászok röpködtek, és összeállt egy ilyen gyümölcskocsonyával. Na jó, de akkor menjünk vissza egy picit erre, tehát Marika néni megeheti a grill csirkét, Sanyi bácsi, aki nem tud nyelni, ő kap egy kapszulát, ami grill csirke ízű. Hanem kap egy olyan ételt, ami szinte gurmé ételnek néz ki, viszont aha, a purifikált gél volt 3D-ben kinyomtatva, és úgy néz ki, mint egy grill csirke, egyébként olvad a szájban. Meg fogjuk még élni szerintem felé, hogy a kórhelynek lesz fogunk. Majd külön purifikált étlapja. Vagy hogy nem ezt hallod a konyhából, hogy nem ezt... Matrix nyomtató éppen csinálja a rántott csirkét, tudod? Azzal gond, ezzel a megélésen nekem mindig mondják kollégáim, hogy hát ők ezt már nem élik meg, és amikor elmondom, hogy hát pedig amikor lesz végre szernyomtatás, akkor pont hogy ki fog tolódni az életkorra, időskorban, és hát pont hogy már egyre többet fogjuk megélni ezeket. De ez milyen durva, nem, hogy nővérke nyomtasson már 3 májat. És akkor ez nővérke kézzel, és ez nem is hülyeség. Az a baj, hogy viccesen hangzik, de májszövetet már nyomtat, aki 3D-ben. Tehát élő olyan májszövetet, ami működött, és tudta a vért szűrni. De bejutatni még nem sikerült. Még nem szervként, de a szövetet, a vese, még odakint inkubátorban jól működik. Azért most viccelünk vele, de gondoljál már bele, gyerekek. Tehát, hogy most ma ezrek, tízezrek várnak a világban vesére, májra, tüdőre, szívre, és ez meg fog szűnni. Mert azt mondják, hogy mi a vércsoport, mekkora kell, milyen funkcióval, az úgy... Szkenelje be a mellkasát. Van olyan jövőkutató, aki már most Amerikában azt vallja, hogy szerinte meghalni etikátlan. És rendkívül húzóság is, igen. Egyébként tök tapintatlan dolog a hozzátartozókkal szemben. Ez mondjuk jó mondat tényleg. Van egy nagyon jó kérdésünk egy nőtől, Annától. Prostata vizsgálat van-e már így ilyen valamivel? Mert most menne tanfolyamra, otthon igénylik. Téged honnan érdekel, Szivi? Otthon? Prostata masszázs, otthon? Ne. Aha. Péter, mi ilyen kérdések jönnek ezek? Megoldjuk okosba. Okos prostata vizsgálat. Én megértem egyébként. A vérnyomás mérésnél, vagy az EKG-nál úrod be, hogyha ugyanilyen kütyüt meg kell fogni, az úgy megméri, hogy akkor olyan van-e. Hát a gondold, ráülök. Figyelj, az nálam bármikor elérszerzel egy széles mosolyt, Anna. Jó mérőjú. Nincsen még. Nem is igazán van így a helyettesi folyamatban. De vérből ugye tudják. Vérből tudnak, igen. Tudnak. Jó. Van még egy nagyon fontos rész, ezt is egyébként Annának köszönhetjük, de ez tőle meglepő módon egyébként komoly. Ez az optogenetika, amiről szeretnék még 3 mondatot kérdezni majd tőled. Ez ugye gyakorlatilag úgy kezdődött el, hogy kutatók hamis emléket ültettek egy egér agyába. Tehát olyan emléket kapott az egér, ami nem volt meg neki. És hogy ez a gyógyításban is egy csomó olyan dolgot előrevetít, amivel lehet majd
hát megelőzni, lehet kezelni egy csomó dolgot, úgyhogy a hírek után még erről beszélgessünk egy kicsit, ha ráérsz, nem mész könyvet írni, tesztelni valamit. Jó, jövünk mindjárt vissza. Egy percen múlt el 3:49, a Bajai Dunahídon a déli konzolját hídmosás miatt lezárták, emiatt az északi oldalon váltakozva engedik a forgalmat, pár perces torlódás előfordulhat. Várj, ez azt jelenti, hogy egy hídnak csak az északi oldalát lehet használni? Tehát, hogy fölmennek, konstatálják, hogy a déli most nem működik, és akkor visszamennek? Igen, de ez a Duna hídon van, és akkor ott az egyik sáv az északi sáv, a másik a déli. Tehát egy sávon megy, azt akarta írni, szerintem emeletes Jancsika, ha én jól értelmeztem ezt a kérdést. Jöhetnek még a közlekedési információk, lehet jelentkezni hármas ugrásra is, hamarosan azzal jövünk, de itt van még velünk dr. Meskó Bertalan, orvosi jövőkutató. Egyrészt beszéltünk már a könyvről, de azt mondtad, hogy ez tényleg nagyon különleges ez a példány. Konkrétan este kaptam meg az Amazontól, ez még rá van írva a leghátulján, hogy ez egy proof, tehát még nem teljes. Kit hívsz Amazonnak? Nem forgalommal lévő példány, tehát nem mondjátok el, légy szíves, senkinek átadtam, de ez az első könyv, hogy szeretném átadni nektek ezt itt hagyni. Nézd meg. Köszönjük szépen. Át is veszem, köszönjük. Bele is van írva, hogy ez a miénk, kérem szépen. Hát köszönjük nagyon. És ez magyarul. Nagyon jó. Az ma a magyar hát egyelőre még nem. A Titus tud angolul, nem? Persze, majd de őt meg nem érdekel, hogy semmi, ami tudomány, ez így idegen vagyja. Az előbb belekezdtünk egy témába, ugye úgy kezdődött a dolog, hogy képesek voltak hamis emléket ültetni egy egér agyába, tehát olyan dolgot képzelt az egér, ami nem történt meg vele. Az orvosok ezt arra szeretnék használni, hogy sajtot. A gyógyszer beszedésének az emlékét, ha beleülteted valakibe, akkor az ugyanúgy fog működni, mint azok a gyógyszerek, amelyek ugye nincs maga hatóanyag, csak azt mondod, hogy beszeded, és te attól jobban lesz. Te jó kérdés. Internetről? Ne, azért nem mertem a placebo szót használni, mert nem tudtam, hogy ismered, tudod. Ja, hogy micsoda mentés, mi? Ha, igen. Azt hittem, hogy egy zenekar, tudom. Nem hagyjátok, hogy ne futurisztikus példával zárjuk a beszélgetést. Ez talán most a legfuturisztikusabb, leg-science fiction-e példa, de valóban volt olyan állatkísérlet, hogy az egerek agysejtjeibe tudtak egy olyan fehérjét bejuttatni, ami egy olyan génbe jutatni, ami olyan fehérjét termelt, amit aztán fénnyel lehetett aktiválni. Tehát konkrétan volt egy optikai kábel az egér agyába húzalozva, és a fénnyel lehetett adott agysejteket aktiválni. Ezzel azt vizionálták már akkor a kutatók, persze ez még távol áll az emberi felhasználástól, hogy lehetne egy pont, amikor olyan géneket lehetne bejutatni az agysejtekbe, amik olyan fehérjét termelnek, amit lehetne fénnyel aktiválni. Tehát Alzheimer-korban, Parkinson-korban, hát ha 10-15 éven belül lehetne valamilyen felhasználás. És én vizionáltam azt, hogy ezek alapján, hogyha a placebo hatást megértjük, hiszen sok esetben a gyógyszert, egy új gyógyszert tesztelnek egy semmilyen, tehát placebo szerrel szemben, és általában nem nulla arányban veri el a placebo, hanem a placebo is használ. Tehát a gyógyszer szinte csak elképesztő. De érted, milyen a világ, hogy küzdünk a Parkinson kor ellen, de a villánk meg rezeg? Hát, ez egy szintén jogos felvetés, igen, úgy érzem. Egyébként igen. De ez a placebos dolog nagyon érdekes, mert például ezt a dolgot már nem csak a gyógyászatban lehetne használni, hanem például az élsportban is. Ugye nagyon sok olyan élsportoló van, aki úgy megy egy világversenyre, hogy azért nyilván van egy kis stressz benne, és adott esetben azért nem tudja kihozni magából a maximumot, mert hogy annyira rástresszel erre a versenyre, vagy pedig meglátja azt a riválist, aki többször legyőzte már, és akkor picit kis gondolatot elütetnek az ő agysejtjében. Aztán oda megy, feláll szépen a rajtkőre, és utána pedig úszik egy világcsúcsot, hogy megveri a világot. Nem? Ez nem a kapriós film? Bármire is gondolsz, igen. Ugye? Nem akarok ijeszgetni senkit, de 16-ban Zürichben lesz az első kiborg olimpia, kibatlon, ahol beszéltem a szervezőkkel. Ez a kibatlon magyarul elég jól hangzik. Igen, szörnyű az. Kibatlon! Ha nem jött össze, akkor kibatlon. A szervezők nagyon csúnyán kibatlan. Benne vannak a magyar, és elmondták, hogy ott már egészséges ember nem kap szervezési és versenyzési jogot, mert nincs esélye a kiborgokkal szemben. És 20-ban jön ki. De már jobbak is? Hát van olyan exoskeleton. Nem láttad a Terminátort? Rajta a NASA-nál volt olyan exoskeleton. Vékony külső váz, amivel az erőm az több másságát tudtam emelgetni. Szuper érzés volt, de hát nem igazán emberi érzés. Aha. Viszont láttam olyat saját szememmel, amikor egy deréktől lefelé bénult hölgy, amerikai hölgy, felvette eladás közben az exoskeletonját, a gépet a hátám a hátizsákjában bekapcsolta, felkelt és járt. Mert ez már nem science fiction, meg film van, 3000 ilyen beteg már jár Amerikában ez az eszközzel. Így van, és használják például, koreai cégek használják már gyakorlatilag olyan fizikai munka végzésére ezt, 30-40 kilókat tudnak vele elvinni a hajógyárban, így van. És pontosan. 2020-ban jön az első, Japánban persze, az első robot olimpia, ami már nem hogy ember, de már kibor sem szerepelhet. Betegek. Olyan kérdés, senki nem indul. Nem kérdés, csak ülünk és nézzük. Van lesz patogatott kukoricánk, meg sörünk, és nézzük a semmit. Vagy ezt az kérdés, egy kiborg olimpiád így borsodba, tehát így.
Vasbú vagy? De nézd meg jó oldalát. Nem ott, lenne befutó. Nem, most nincs orvos, nincs ellátás. Ott most már lesz legalább az orvos szeme, ott lesz. Lehet majd mérni bármit. A laikus megméri laikus szemmel az EKG-ját, a forendoszkóppal lehet hallgatóztatni a mellkasát, és ezt az adatokat, gyorsan átküldjük, akár kontinensen túlra. Tehát ott, ahol eddig nem volt ellátás, most végre ott lesz. Ott, ahol eddig nem volt pénz orvosi eszközre, ott végre kinyomtatják 3D printerrel. Van Indiában ilyen projekt. Hát fél, jövőre már az avatárom fog futni az Ultra Balatonon. Én nem kilódok, hogy nézem a tévét otthon. Volt még kérdés? Csak mennyi lett volna, mégis hozzátettem volna azt, hogy például nagyon szegény afrikai ország, úgynevezett fejlődő országban egy csomó helyen használják már azt, hogy gyakorlatilag ugye nem visznek ki magukkal technikát az orvosok, hanem ott van náluk mondjuk az okostelefonjuk, és az okostelefonjukon keresztül adott esetben konferenciákat tudnak összehozni, és mondjuk szakorvosokkal a világ különböző pontjáról tudnak beszélgetni, illetve tanácsot kérni tőle, hogy bizonyos esetekben mit tegyenek, mit használják. Tehát, hogy ezerféle ilyen dolog. És ilyen helyeken általában nekem azt mondják, hogy na jó, de hát ott van egy ilyen orvosi robot, tényleg ilyen ember nagyságú, HD minőségű kép, hang, beszélgetnek vele, az orvos mindent lát, amit ott a kontinensen túlról lát, de ilyenkor azt mondják, hogy na de hát, amíg a készfogás elmarad. És ide jön ki az első olyan kesztyű, amit az egyik kontinensen lévő ember a kesztyűvel csinál, azt a másik kontinensen. Hát ha nekem mondjuk visszavarják a leszakadt jobb lábam, mert engem nem zavarok a készfogás elmaradása. Tehát, hogy a magyar robotházi orvosnak már mellényzsebe is van. Hova? Nekem mondta ezt egy brit fiatal ember, beszélgettem vele Angliában, és elvesztette egy gyári baleset során a jobb készfejét, és kapott egy tényleg az ipar legjobb készfejét, ilyen elektronikus készfejét kapta meg, iTouch-nak hívják, és mondta nekem, hogy egyébként minden tud, amit a saját kezével tudott csinálni, plusz körbe-körbe forgatta a csuklóját ugye a saját tengelyek körül. Yes. Már igazából nincs az egészen előtt. Új alternatívát nyújt az előjáték terén. A hallgatók nagy többségének a mai abszolút favoritod az az óra, meg az alvás mérő készülék, és ezt nagyon sokan kérdezik. Mi itt beszélgetünk erről a hírek alatt, és te azt mondtad, hogy nem is fogsz ilyet vállalni soha életedben, hogy valamit így nagyon népszerűsíts, mert onnantól kezdve a te hivatásod válik megkérdőjelezhetővé. Úgyhogy ezt a Laci már ellopta tőled az órádat is, és ahogy hívják ott is, úgyhogy a Facebookra valószínűleg mi ezt föltesszük, de az fontos hangsúlyozni, hogy ez nem csak ez az egy áldásos szerkezet van, szét kell nézni az interneten. Igen, lehet... Most a több száz van az Amazonon külön ilyen piac nyílt, csak az ilyen viselhetőkütyük számára. Jó, tehát akit érdekel ez a dolog, mi sem mondjuk be adásban, nem csinálunk ennek reklámot, illetve reklámot megcsináltuk, de magának annak az egy terméknek nem, tehát akit érdekel ez a dolog, szeretné mérni az alvását optimális fázisban ébredni, akkor az meg tudja nézni a mi Facebookunkon ezt a dolgot, és akkor meg lehet nézni. Ne piszkáld, nagyon drága, úgy dombi, érted. Légy szíves. Nem hallottam, hogy most vannak viselhető dolgok, ezek szerint van egy oldal a használhatatlanoknak is? Köszönjük szépen az értékes hozzászólást itt a legvégén is. Dr. Meskó Bertalan orvosi jövőkutató, megint örömmel láttunk és várunk majd legközelebb. Köszönjük szépen. Egy fél év és megint lesz miről beszélni. Én köszönöm. Szívesen jövök. Jó, köszönjük, és a magyar nyelvű könyvet azt várjuk, mert Jani, valami bajba vagyunk. Van benne néhány kép, én láttam. Nézzek ezt a képeket, és fekete-fehér, egyszerűsített. Akkor pont neked. Elég. Már is hármas ugrással folytatjuk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! István, jó reggelt! Szép jó reggelt, sziasztok! Szia, honnan hív bennünket? Oroszlány. Na, akkor már is kezdjük a játékot, mert elment az idő itt a tudomány és a technika vívmányai között. Tegnapi vendégünkre rámertük bízni a hármasugrás kérdéseket, nem tudom, hogy ma mi a helyzet, János. Simán. Emlékeim szerint tud olvasni a srác. Hát úgy, mint Rákóczi, úgy igen. Az biztos. Várjál, mi az? Most jön a doktor? Nem. De jó vagy. Igen, itt azt fogom majd mondani, hogy... Meg lesz mindjárt István, Druszám, szervusz. Leggyakoribb magyar keresztnév, tudod? A Kevin után. Akkor jön az első kérdés egy nyakba akasztóért. Te jössz, Tomi, gyere, csináld. Jöhetek? Oké. Melyik labdarúgó csapatban játszik jelenleg Gera Zoltán? Mondjam, ami benne van a zárójelben? Azt az. Szerintem igen. Bocsáss, még egyszer kérem a megoldást. Így van. Igen. Mondhatni, hazai igazolt nemrégiben. Nagyon jó. Jöhet a második kérdés egy egérpadért? Nem tudom, okos-e? Okos hát. Na figyelj. Nem beszél vissza. Melyik hazai rockzenekar énekesének születési neve? Ördög Tibor. Nem Nóra, Tibor. Egy pillanat. Keresem az interneten. Milyen kapcsolatod van? 10 megás, 100? Mikor mi?
Csipa. Igen, és melyik zenekar? Jó. Csipa zenekar. Na most menjünk-e tovább? Teljes mértékben. Aha. Teljes mértékben. Én ezt egy igennek értékelem. A következő kérdés egy óráért jön. Jó vagy. Annyira nyomás alatt vagyok, ne haragudj. Melyik országban született Albert Einstein, remélem jól mondtam, Nobel-díjas fizikus? Nem tudsz hibázni. Hát ezért vagy itt. Hát így a nevéből indulj ki. Tehát nem annyira koreai hangzású. Tehát Albert Einstein. Az Albert... Hol? Bern, Svájc. Uh-huh. Nem. Németország Ulm. Nem, Chinatown, nem. Németország. Azt melyik oldal dobta ki? Azt. Ne menj el a kedvencek közé. Igen, az egy vírusos lehetett. Hát... Na, sajnos. Nem baj, azért boom van, a boom lehetőségét megadjuk, már is elindítjuk az ajándékokat, és akkor ahogy szoktuk volt kérni, nagyon határozott és erős boomot adj, légy szíves nekünk. Boom! Hey! Nagyon szép boom. Jobbra, balra, de nem. Balra. Gyerekek, tegnap adott a Boom szoftver, az a baj, hogy ez nagy jellemzője, tehát itt még javítják a hibáját a szoftvernek, hogy egymás után két nap is lehessen vele nyerni. Hétfőn, szerdán, pénteken ad. Most egyelőre úgy van beállítva, vagy kettőtörtök, hát ahogy esik. De jó voltál. De jó csináltad, sajnos ez az utolsó válasz viszont nem volt jó, úgyhogy köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3 perc múlva 9 óra, kedv van, ilyenkor nálunk kaszakett szokott volt lenni, viszont két ilyen nagy formátumú személyiséget nem mertünk összeengedni, mint te meg a kasza. Pedig hát, tudom, hogy haverok vagytok. Jóba vagyunk, abszolút. Nem, más oka van a dolognak, hogy nincs itt a Tibi, de ezt ki fogjuk majd deríteni. 4 perc múlva lesz 4:10, jó reggelt mindenkinek. Trafi a 405-ösön a 12-es kilométernél Újhartyán mellett. Mesi Miki írta ezt nekünk. Köszi szépen, és azt mondja, Bajai Dunahíd, ezt már mondtuk, ugye az északi oldal van lezárva, tehát a Budapest felé közelebb eső sáv. Így jó? Így érted? Igen, akik arra járnak, tudják, hogy ez mit jelent. Így van, egy sávon megy a forgalom. Az előző óra témájához még egy kérdés, ugye sokat beszéltünk arról, hogy szinte minden változik, és gépesítve lesz. Hallgatói kérdés, azért a szex marad, ugye? Reméljük. Hát egyébként egy fontos dolog. Emlékeztek a Demolition Man-re, a pusztítóra, Sandra Bullock és Stallone? Ott már megmutatták, hogy a jövőben nincsen ilyen. Felrakják a kis fejhallgatót, és konkrétan belenyöszörögnek a kibertérbe. Hát azért Stallone letépte ott mindenkiről a cuccost, ha jól emlékszem, nem? Az volt, és mivel a WC-n sem volt már papír, ezért káromkodott, mert azért büntetés járt, és így kapott cédulákat. És csak a cetlikkel. Érdekes film volt az akkor, szerintem. Igen, jó volt. Azért maradjunk szerintem is, van egy csomó olyan dolog, ami úgy jó, ahogy ezt megteremtette a jóisten. Válasz, nem? Hát nem válaszolva a hallgatói. Hát az egy kicsit hekkelve azért. Dombóvár István a reggeli vendégünk, várja, megkeresem neked a tapsot, Dombikám, tessék! Köszönöm szépen, jó reggelt, sziasztok, kedves Morning Show hallgatók! Mi van a rádió műsoroddal? Az megszűnt? Az a rádióval együtt szűnt meg. Hogy is mondjam, tehát itt az orvos is meghalt, meg a beteg is. Azt kell, hogy mondjam. Maradjunk az előbbinél. De nem tudom, ha esetleg valahol megül egy sáv, mert elmentek húzó nevek esetleg egy nagy rádiótól, akkor esetleg, ha valaki azt mondja nekem, hogy kop-kop, én nyitott minden megoldásra, abszolút. Én felajánlom a helyem, ha én innen elmegyek, Domi, gyere te ide, meg lehet nézni egyébként a Facebookon, és csináltunk egy közös képet, mindkét tojás tényleg. Tehát, egyébként tényleg. Mindkét záp tojás. Jó. Azt ma mindig szoktuk javasolni a Facebookot, de ezért a képért különösen hogy mondanám. Hogy ingyatok előtte, mielőtt megnézitek ezeket a képeket. Nem, most posztoljatok szerintem, mert 3 napi tiltást fogtok kapni Zuckerbergtől. Én már kevesebb bér is kaptam, csak mondom. Miért tiltott le? Vannak ilyenek általában, hogy van egy ilyen jelentem bomba képeken. Csúnyaság dologért meg szexér, ezért szoktak letiltani. Meg van kifogásolható tartalom is. Hogyha valaki megírja az írországi Facebook központnak, hogy mi a baja, és ők azt mondják rá, hogy enter, akkor az enter. Aha, és mi volt? Veled mi volt? Mi is volt. Több is, de egyet mondj legalább. Nem, igazából volt egy kép, ami nem volt gusztustalan szerintem, egy tojástartót ábrázolt. Tehát Magyarországon a tucat tojás az valamiért 10. Ezen gondolkoztál már? A tucat az 12, de nálunk 10. Gyönyörű, és ebben a számrendszerben számolunk is, és kérlek szépen 8 tojás az igazi tyúktojás volt, 2 meg, hát hogy is mondjam, ilyen férfi tojás. Aha. Zacskóval együtt. Tehát nem volt undi a kép, de kaptam egy jelentem gombot, ugye jófajta feljelentő nemzet vagyunk, és ezért 3 napos teljes tiltást kapsz. Ez nagyon jó, mert megérkeznek az üzenetek, de nem is tudsz rá válaszolni. Aha.
A Facebookon. Tehát semmi új posztot nem tudsz kitenni, és azokra sem. Az üzenetekre se tudsz válaszolni, csetet nem tudsz használni, semmit nem tudsz használni. Tehát ilyenkor minden rendes, becsületes ember regisztrál egy másik néven, és adminná teszi magát. Ja, és akkor úgy viszont már persze. Isten, nézd meg, és ő szólt itt az elmúlt egy órában a technikai kütyükért, mikor egy Facebook supervisor vagy. Voltam Facebook oktatáson, ahol egy emberke jó pénzért elmesélte, hogy melyik gombot hogy kell megnyomni. Hát ez biznisz. Mennyit érnek? Van kérdezik? Ilyen. Nem tudom, egy csoportos oktatás aha, volt. És tehát, akkor úgy nagyobb kedvezmény. Megvan, meg tehát az egész Duma Színház elment, közösen megtanulták. Voltunk ilyenen. Voltam egyszer ilyen improvizációs tréningen is, ahol egy külföldi származású emberke azt mondta, hogy gyerekek, nem kell mindent elvállalni. Very important. Aha. És két hét múlva láttam egy óriási nagy bevásárlók ezt pontos reklámon vigyorogni. Nem kell mindent elvállalni, kevés pénzért. Lehet, hogy így szólt a mondat, csak ezt már nem akart elmondani. Kedvan és 9:45, ez pedig nem jelenthet más, mint magát. Kassa Tibit! Ha az nagy csambuzinban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kaka Tibi! Tibi! Hol a Tibi? Én már kaptam SMS Tibitől. Tibi, itt vagy? Itt vagyok. Szia! Nyomtam a kaka Tibi, csak lekiabáltad a telefonon keresztül. Cső, Dombi! Szia, Tibi! Hello! Mi a helyzet? Hogy zajlik a forgatás? Várját, ezt még nem tudjuk. Ezt akartam mondani, hogy ebben a pillanatban annyira tudok beszámolni, hogy milyen a teljes kávé a büfében, az egyelőre jónak tűnik, illetve az sokat elárul azért arról, hogy ezek a bombák mennyire stabilak, hogy megkapta a beléptető kártyámat, de az van csak ráírva, hogy ideiglenes. Ez a biztos, ki tudja, kinél robban. Azt ugye elárulhatjuk most már, mert megírta az újság is, meg a internet is, hogy Liptai Klaudiával együtt fogjátok vezetni a Boom című televíziós vetélkedő műsort. A Dombi akarta kérdezni, ezt már előtt nekem így 8 előtt kérdezte, hogy a vetélkedő műsorban te mit keresel? Ő nagyon érdekes kérdés. Én is azt gondoltam, hogy nem jó irányba tárgyáztak, mert hogy egyszer láttam egy könyvnek a borítóját messziről, és már azt is untam. De hogy természetesen ez nem egy ilyen klasszikus értelembe vett, ilyen nagyon vontatott, vagy unalmas kvízműsor lesz, hanem ez egy abszolút szórakoztató, lendületes, ilyen kis pörgős, pajkos játék lesz, úgyhogy én majd gondolom inkább. Akkor megvan, hogy a Klaudia szerepköre, és te? Te szemétláda. Nem is én kérdeztem, de biztos eljöttél. Jani, bocsánat, az vagy, itt nem vagyok a tévéket tudva, egy baromi rossz a térerő, ha jól hallottam, csak annyira szakadjuk, ha jól hallottam, nagyon sok sikert kívánt, és boldogtan büszke vagy el. Egészen pontosan. Egyébként ezt mondta csak a saját stílusában. Azt tudjátok egyébként, hogy volt már egy Boom című műsor, egy 25 évvel ezelőtt egy szilveszteri különkiadásban, te emlékszel rá? Igen. Előbb játszottátok 10 percet, nem figyeltél nagyon, Dombi. De az nem hangilag, de az egy tévéműsor volt, egy ilyen 8 bites kis rakétácska ment, és pezsgős üvegeket kellett lőni, emlékszel? Honnan jött a mi boomunknak az ötlete? Ja, jó van akkor. Ha annyira megelőzte, az már a korát. Az a hangi, jó van, oké. De én képileg összeraktam. Csak mondani akartam egyébként, hogy a stábban feltehetőleg nem mindenki hisz bennem, vagy próbál rávilágítani azért arra, hogy nem minden lett egyszerű. Nem mindenki. Mert a konfomba be volt írva egy ilyen, a tegnapi nap, amikor volt a próba, akkor olvastam, a játékosokat hívtuk be, és mondták, hogy érkezzenek a kvíztűszerészek. Kvíztűszerészek? Oh. És hát mondtam, srácok, nem tudom, megszámoltátok-e, hogy hány szó van ebben a szóban, maradjunk már játékosnál, kösz. De pont ezért, érted, mert ők hisznek benned, és azt mondják, hogy ezt te meg tudod csinálni. Ki bírod mondani? Én mondtam, hogy de akkor ne álljunk meg itt. Miért nem mondjuk azt, hogy érkezzen 10 kvíztűszerész Láros Szürionból? Ez jó. Egy ilyeneket szerintem tette le ilyeneket. Neked való. És a megoldás a veszt a szüzek. Nem, mert volt tegnap volt egyik próbakérdés, tudod, ahol számok voltak. Ugye az eltézik a lényege, hogy először válaszokat kapsz, majd hozzá kapcsolódó kérdést, és utána hatástalanítanod kell egy bombát, úgyhogy elvágod a rossz válaszoknak a drótját. Ez a szűk keresztmetszet a dolognak. Aha. Bejöttek a számok, 50, 100, 500 ezer, és utána jött hozzá a kérdés, és próbáltam tudod kibetűzni, hogy hány valesi bár, a bár szót azt láttam, de ez a vales, ez nem mondott úgy semmit,
Úgyhogy igen, lesznek érdekes percek, hogy mindenképpen majd próbálok nagyon sokat olvasni, addig illetve megyek ki majd a napra, hogy megokosodjak. Az eddigi közös pályafutásatok Klaudiával, például ugye a nagy duettben ott ő műsorvezető volt, te meg zsűri tag, sőt szerintem elnök is, az zsűri elnök, az nagyon komolyan úgy ment, hogy ti osztottátok egymást. Ez megmarad a játékban? Hát nagyon azt láttam, hogy a Klaudiának bejövök. Tudod, és, hát ezt tudtuk és, eddig is. Hát kinek nem, mivel, Tibi? Kinek baj, nem? Eddig ezt csak tőled hallottuk, tehát így egy picit egy fél oldalas ez a... Az a baj, hogy tegnap így megsúgta, hogy nagyon. Tehát, hogy állított, nagyon rendben vagyok. Úgy, tehát most úgy testileg. Ez forgatókönyvnek ez része? Már ezt is olvasom, illetve újra itt van előttem a Valesi. De kellett már újra venni valamit? Nem, de csak egyetlen egy oka van annak, hogy még nem forgattunk. Tehát ma van az első forgatási nap. Tehát a próbafelvételeknél, ha meg kell állni, és azt mondják, hogy újra, akkor nagyon nagy a baj. Tehát, hogy amikor még csak próbálgatnak, és már azt újra kell, akkor nagyon bének vagyunk. De azért, hogy persze megmarad a csípkerődés, a Klauval meg nyilván menni fog folyamatosan az ökörködés. Tehát ez nagyon fontos része lesz ennek a műsornak, hogy ez tényleg egy ilyen szórakoztató kis kikapcsolódást legyen estéről estére. Értelemszerűen, hogyha valaki nagyon-nagyon szeretne kulturálisan feltöltekezni, az valószínűleg ne engem válaszol. Én a királynő óta érzem, hogy neked helyed van a műsorvezetésben. Mert úgy izzadok, mint a legnagyobb. Az abszolút kiküzdötted, hát azt én nálam jobban nem izzad senki. De mi ez, van erre valami protokoll, vagy lecserítetted a lámpákat? Nem, hát megmondom őszintén, hogy nekem beraktak egy ilyen UV besugárzást, tudod, hogy én ott külön hadd izzadjak rendesen, hogy kitűnjek a tömegből. De egyébként a Tatár Csilla is izzadt a királynőben, csak ő egy ilyen brutál dekoltásba izzadt. Tehát nem arcon, hanem a dekoltásban ment le a Niagara. Tehát... Igen, és valahogy ez könnyebben veszük, ugye? Hát igen, meg mondjuk egy verítékezőnőnek a látványa, azt gondolom, hogy egy picit úgy, hogy mondjam, szóval egy nyitottabb a férfi ember rá, mint mondjuk rád. Abszolút, de egyébként, bocsánat, hogy egy picit néha ilyen szaggatott a dumcsi, csak közben félkézzel éppen dolgozom valami, mert van egy ilyen beavatási rituálé. Ja, nagyon feszült vagy és könnyítesz magadat? Nem, ez állítólag, most kimondtam a Klauval való közös munka, és állítólag mindig így szokta csinálni, ezért most nem akarom, hogy megszakadjon ez, hogyha most fönt fekszem már az öltözőben, és félkézzel kenem éppen magamat Nutellával. Ehhez kár volt ott korol elmenned. Igen, most kerem be magamat Nutellával, és csatolom fel a szájpetket, de nem tudom, mire készül Klaud, de remélem, hogy klassz lesz. Neked van valami ilyen rituálid, amit televízió műsorok forgatás előtt végrehajtasz? Abszolút, az uhany. Mert, mert tudjuk, de azt érezzük minden kedden itt benne. Igen, nekem nagyon fél évente forgatsz. Nekem nagyon fontos, minden új műsor előtt egy jó alapos zuhanyt veszek, így van. Egyébként nincs, nem vagyok babonás. Tehát hogy azt gondolom, ezek a babonák azoknak fontosak, akik nincsenek meggyőződve magukról. Most például dolgoztok velem egy ideje, mire tippeltek. Tudja, hát semmi, neked semmit nincs. Hát elég csak meghallgatni az itt beköszönő szignálodat, és minden világos. Figyelj, Tibi, még egy dolgot csináljunk már meg. Amikor ilyen új televízió műsorokban szoktunk szerepelni, és stábtagok, akkor mindig kitalálunk valami vezérmondatot, vagy pedig valami kis szavacskát, vagy egy mozdulatot, amit az első adásban meg kell csinálnia a műsor vezetőnek. De figyelj, olyat kell csinálni, ami ugye nem lóg ki nagyon a lóláb, abszolút lehet a műsor része, de mindenki, aki ezt a beszélgetést most hallgatja, amikor megnézi az első bumadást, akkor azt mondja, hogy igen, ez volt az, amit a fiúk megbeszéltek. Hát egy ilyen rohadt nagyot belerúgjak az első bombába, és így megnézzük, hogy felrobban idő előtt. Igen. Hát te ajánlottad, akkor igen. De az tökös dolog, nem? Te oda menni, azt mondja, hogy mit nekem ez a bomba? Rohadt nagyot így belebikázok, és be. És te tudod, melyik a jó drót? Megmondom őszintén, hogy nem, de onnan lehet majd látni, hogyha kezdek szorongani, amikor látom, hogy rosszat vág el, akkor látni fogod, hogy bebújok a Klaudia mögé. Ez még a bomba se kell. Vagy egyezzük meg abba, hogyha mondjuk felmerül Pőce Máriának a neve, akkor nem csinálsz poént a nevéből, jó? Valami. Igen, és Tom Cruise nem rokona a Petőfinek. Tom Cruise? Nem, Valesi. Ne ragadj le ennél, Tibi. Figyelj, a Tillától kaptál már hívást, hogy meg fog veretni valakivel a propaganda stábból, amiért lenyúltad a női. Nem, de tegnap ki volt szúrva a kocsimnak minden négy kereke, és csak az volt, igen, csak az volt odaírva, hogy Tilla, nem tudtam, hogy mit jelent. Hogy mi volt odaírva? Tilla. Igen, hogy nem mondta be. Az jobb lett volna, ha úgy van kiszúrva, nem? Hát figyelj, szerintem egyenes az út a Csillagvirág klinikáig. Igen, hát azt mondom, akit én műtök meg, az beledöglik. Na, ezt ne engedjük már el, amikor a Balázs... Jó, mi legyen? Na, emlékeztek, az volt, ami mondatunk, hogy a kecske már az olban van, vagy a kecske már pajtában van?
pajtában van. Mindegy, mi ezt mondtuk a Balázzsal, amikor egyszerre csináltuk a két műsorunkat, akkor ez volt a közös. Neked mi legyen? Volt ez a Justin Timberlake-es Janet Jacksonos történet, amikor... A Melbimbo, de jó! Igen, te pervers, kicsit láda. Igen, de ráadásul ő nem is a Klaudiáit akarja látni, hanem a tiédet, tudod? Igen, hogy a Klauval kéne megbeszélni, hogy tépj le rólad a pólót. Ne, azt meg neki, a Klau letépj rólam a pólót, és akkor megmutatom a Hasselhoff pásítomat. Na mi legyen, mit csináljak? Várjál, valami... Énekeld el a Looking for Freedomot. Tényleg. Én megyek Hasselhoff koncertre, sajnálom. De teljesen teljesíthetőt kéne kitalálni. Olyat kéne kitalálni, amit tudod, hogy ez azért van, mert mi megbeszéltük. Nem illik bele, de meg lehet úgy csinálni egy mondatot, hogy belefér. Legyen az, hogy a kutya fáját, erre nem is gondoltam. Vagy jó estét, hölgyek és urak. Ne várj! Ne. Az a kutya fáját, erre nem is gondoltam, az jó. Ez abszolút vállalható, jó? Indításnak? Jó. Akkor valamelyik válasznál, hogy vagy... jó megfejtés után legyen egy akutya fáját. Igen, erre tekerjük még rajta egy kicsit, legyen az, hogy akutya fáját, ez aztán blikfangos volt. Nem megjegyezni. Meg akkor a bors megharagszik. Ha mondjuk ez is. Na az lehet, igen, blikfangos volt, te kis huncut Krisztus szerés. Na így, ez lesz a tökéletes mondat. Mikor lesz a tökéletes mondat? A kutya fáját, ez aztán blikfangos volt. Te kis Krisztűszerész. Huncut Krisztűszerész. Mondd ezt a végén, hogy így van, az orleáni szűz. De mások. Jó, de a Krisztűszerész legyen benne, a huncut is legyen benne, és meg a blikfangos. Ja, a kutya fáját. Ez utána úgyis reklámblokk jön. Igen. Az amcsifilekben tudod, mindig az van, amikor valami elromlik, hogy adjatok be reklámot, mindig ez van. Vagy reklám, vagy új műsorvezető. Gyerekek, a kasza elkezdett meg is építeni, reklámot. Szerintem ott lesz a Tilla, azért beöltöztetve, bemikroportozza, biztos. Igen, esik szét a csávó! az mennyire kellemetlen. Lógassátok be a Tillát! Az, hogyha volna egy ilyen, gondold el, hogyha TV2-ben volna egy ilyen vészforgatókönyv, amit... Hát ez már az. És egy ilyen B-terv, és ott lenne a Tilla nagyon felportozva, és abban a pillanatban belökik, amikor én felsülök. De azt gondolom, hogy ő most a filmjével van valamiben elfoglalva egyébként. Én nem is nagyon látom itt szorongani itt most a Rónában, úgyhogy emiatt a dolog miatt. Mert már elbújt. Hát igen, de mondom, én úgy látom, hogy nagyon nagy a hit bennem, azért nem is akarom őket kiábrándítani, hogy kicsit többet remélnek ezt a dologtól, mint amennyire reális. Tehát, hogy de egyébként amióta ezt a műsort megkaptam, egyébként az egész testtartásom megváltozott. Tehát úgy mászkálok itt a Rónában, mint hogy enyém lenne a kerület. Mint a tévés lennél. Tehát mondom, olyan, mint hogyha az ingatlan az enyém lenne. Tehát konkrétan jövök, megyek érte, mindenkinek nagyon intek, senki nem érte, hogy miért. Figyelj, és a Klaudia nagyon-nagyon jól néz ki, vagy ultra dögös? Hát figyelj, most azt mondom, hogy embertelen jól néz ki a Klaudia. Tehát figyelj, megmondom őszintén, hogy azért is kerem most magamat, már dupla adag, a második réteg nutellát viszem most föl. Aha, akkor frissítő egy brómos teát kérsz, gondolom. Igen, kis brómos teával higgasztom magamat. Na, most büszke, hogy nem tudtam, hogy mi a brómos mű. Nekem ez profi vagy, és nekünk ez tovább. Már bróm se kell. Na, de azért, csak azért, hogy a Dombi megmutathasson egy másik erős oldalát. Van egyik. Dombi, egy refrén, egy jó Hello idegen. Hello idegen. Most eddig tudja, látod? Eddig tudja. Tudod a szöveg? Igen. Nem tudom. Hogy ő azt a sort nem veszi a szájára, hogy nem hagy hidegen. Meg az, hogy reggel együtt kávézunk, vagy mit tudom én. Tehát ez... Na. Ez nem tudom, hogy már szoftverrel is lehet szöveget írni. A Dombi megszemetett. Nem, megyünk együtt, csak szólok a kengyeli falunapra, és én egy duetre készülök veled, úgyhogy te még nem tudtad. Komolyan, ha bevállalod. Na jó van. Na. Tesódnak mondja, hogy toljon fel nekem is egy sávot, és tényleg, megvárom. Mit akarsz te feltolni, te kis szemét? Egy sávot szeretne. Egy sávot szeretne. De figyelj akkor. Ja, egy sávot, ahova nem kéred. Jézusom, nálam ez csak a ezért jelenti, én nem tudom náluk a slangban mit jelent, én csak simán a keverőre gondoltam, de azért énekeljünk. De legyen már valami Krisztál klasszikus is, azt is rengetegen ismerik, tényleg az Ezer Hold és Némi Csillag. Némi Csillag, te szemét. Nem, az a százszor elej még, az nagyon jó volt annak idején. Igen. Ahogy ott táncoltál a Szilvi mögött, hallod? Igen. De még komoly picit azért, hogy ezt elviccelitek, hogy amikor meghallottál, tehát most azért úgy ültök ott benne, hogy egy büszkeségtől dagadó mellkassal, és hogy egyáltalán nem. Srácnak sikerül, tehát hogy nagyon, ilyen nagyon jó érzés. Én megmondom őszintén, én irigy vagyok, rám soha senki nem bízna egy műsorvezetést. Úgyhogy... De ennek is oka van, Dombi, hát ez a bombárvány, ez rohadt magas, tehát te mögöld igazából csak integetni tudnál. Nézd, szerintem te is vezetsz műsor, szerintem már semminek nincs oka. Semminek nem lehet akadálya. Bármi történhet, akármi.
Lehet, hogy kikötsz ott nálunk a Tétényibe. Figyelj, én nagyon büszke vagyok rá, Tibi, tényleg egy okkal több, hogy nézem a TV2-t, úgyhogy már van egy. Addig se készül új dal. Dombi. Én komolyan gondoltam. A Dombi azzal jött be, hogy a barátod. Így van. Nagyon, és én komolyan gondoltam a duettet, sajnálom, hogy elviccelted ezt. Ez a hajó, ez elment. Megmondom őszintén, hogy rég szorongtam ennyire, hogy nem jött össze ez a duett, de valahogy kiheverem. Na megállj, akkor meghekkelem majd a keverőt. Én most már ott leszek. Én beígértem a helyieknek. Na jó, akkor mi lett a kulcsmondat? Még egyszer, jó, hát ne szórakozzam, mert nem bírtam megjegyezni. Hát hogy fogsz így műsort vezetni a füledre? A kutya fáját, ez aztán blikfangos volt. A kutya fáját, ez aztán blikfangos volt, te kis huncut, kvisztűszerész. Kvisztűszerész. Zseniális a memóriája. Figyelj, nagyon jó. Ezt valahova kérjük az első adásban, mikor lesz látható a ma fölvett műsor. Hát lehet, hogy soha, de... Jól van, majd figyelünk. Szerintem a YouTube-on. Mire az első adás lemegy, addig én még bőven jövök, úgyhogy majd akkor bekonfoljuk, hogy mikor lesz. Jó. Te tényleg jó? Az elsőbe csináld meg, és akkor a hallgatók ezt meg tudják nézni, és beszámolnak majd. Ugyanaz a stáb csinálja ki az XXL-t? Igen, a rengeteg műsort meg. Nagyon remélem, hogy nem, illetve remélem, hogy azokat a babonákat, amiket ők csináltak, mi nem csináljuk. De az nem egy csatorna, éjszaka? De ahhoz is. Ja? Jó. Gyerekkorom a sok szép percet jelzett. Figyú, Jani, nagyon sokat jelent nekem, akkor szorítasz, tehát érezhetem azt, hogy velem vagy egész nap. Egyértelműen. Mondom, miattad fogom nézni ezt a műsort, ez teljesen egyértelmű. Tőlem nem kérted, de én is szorítok. Nem véletlen nem kértem, Dombi. Köszönöm, Feri. Elvesztetted az egyetlen önkéntes néződet. Figyelj, Tibi, ha egy esetleg megszorultak, van még egy 3-4 ezer darab kérdésem a széfből, amik nem kerültek be, mert nem voltak elég színvonalasak. Nekem meg van egy kilométer narancsága a kábelem a helyes válaszokhoz. De annyi, hogyha volna egy pár nagyon nehezen kiejthető válaszod, azt megköszönném, Jani. Tehát, hogyha melyik nem dél-francia sajt? A La Chose de Croix, de Bruf de Chose? Tibi, elengedünk pihenni még a 10-es forgatás előtt. Tényleg szurkolunk neked az egész stáb nevében, mondom ezt, de csak én bólogatok, sajnálom. Ne felejtsd el a szájfényt, hogy csókos legyen a szád. De figyeljétek, nehogy valahol nutellás maradjak, jó? Hogy próbálok mindent. Jó. Na, egy kalappal izgulunk érted, de tényleg. Hajrá, Tibi! Szevasz, Tibi! Szia! Cső. Várj, egy tapsot azért adjunk nekik, szerintem ez egyes, egy hármas szintű. Csőrbökés volt. Kassza, Tibi, köszönjük szépen. A műsort majd megnézzük, és akkor biztos, hogy a Tibi, mikor kedden az első adás után beérkezik, kapni fog egy csúnyát. Egy percen múlt el fél tíz, jövünk a nap legjobb pillanataival. 7 percen múlt el fél tíz, Trafia 405-ös út 12-es kilométerénél Újhartyán mellett Mesimiki, 83-as Pápa után Győr felé KPM rendőr együtt ellenőrzik a kamionokat. M1-es 94-es kilométernél Győr felé kamion fekszik az árokban, még nincs dugó. Karesz írta, és Trafia 26-os főúton Sajó-Szentpéter belterületén Rolkótól kaptuk az SMS-t. Mindenkivel így vagy barátságban, mint a Kassza Tibivel? Olyan furi volt, nem? Tehát, hogy így osztotta a Dombi. Hát, én őt, dehogy is. Vagy őt, igen. Inkább ő. Nem, ez a jó zsarú-rossz zsarú volt. Én mindenkivel jó barátságban vagyok. Meg ez a hajhúzós történet az óvodából. Érted, azt bántod, akit szeretsz. Jó, de ott a végén, nem csak haját akarod meghúzni. Nálunk ebben az esetben semmi ilyesmi nincsen. Nem, mi nagyon jó barátság vagyunk. Rendkívül unalmas a beszélgetés, ahol két ember vagy ajnározza egymást, vagy pedig mind a kettő támad. Ezért mi ezt jó érzékkel. Hagytad magad egy kicsit, és akkor a Tibi megtámadva. Persze. Tibinek jól áll ez az attitűd, ami van egyébként. Bármit is jelentsenek. Na szóval, de most már nekem is jelentenek ezek az információk, hogy Trafi van a hármason, meg ilyenek, és nekem is figyelnem kell. Látod, az agyam amúgy is korlátozott területű, és ilyeneket be kell dolgoznom. Eddig csak azt figyeltem, hogy mérnek az út mellett ott ilyen dinnyét, a nénik árulnak. De most már tényleg oda kell figyelni. Férfivá váltam, ahogy mondták a környezetemben, ugyanis megkaptam az első gyorshajtási csekkemet. Hoppá! 30 ezer forint, nagyon nem kellemes. Mennyivel mentél? Ugye lakott területen belül 50-nel szabad menni, mentem azt hiszem 70-nel véletlenül. Átmentem egy repülésen. Bizony, nagyon-nagyon sajnálom. Tolatva. Tolatókamerával forgatok filmet, ilyen még nem készül. Na és igen, megkaptam az első 30-as csekkemet, ami hát nagyon sok mindenre lehetett volna költeni. Nagyon-nagyon rosszul esett, de így megveregették a vállam, és azt mondták, hogy most váltál férfivá. Ennyi.
De autós társadalom végre befogadott. Be kellett mutatnom hozzá a befizetett csekkfénymásolatát. Mm-hmm. Bekereteztetted? Kint van a szobán. Kinagyítottam A4-esbe, mint amikor annak idején sok-sok-sok évvel ezelőtt játszottam a Legyen is milliómosba, és eljutottam 500 000 forintig, ahol megálltam. Tényleg? Bizony, hát annyi pénze senkinek nem volt a családban. Hát figyelj, a bankszámla, tehát nem vettem le, hogy fillért se, kinyomtattam a bizonylatot, és kinagyítottam. Hát nekem ez volt a legszebb kép. Kim volt a falon? Csodájára jártak. Az a baj, hogy azt sajnálom ebben az egészben, hogy kezdünk el távolodni egymástól. Tényleg, hát egy olyan társadalomban élünk, ahol egy férfi nem férfi 100 kiló alatt, és nincs jogsia, tudod. És én, hát sajnos egyik kitételek sem felelek meg. Nyugi azért. Isten azért. Veled, Dombi. Egy másik életben újra találkozunk. Ne csináld, én félek a reinkarnációtól, mert attól félek, hogy át lehet vinni a következő életre a devizahitelt. Úgyhogy én maradok ebbe. Na meghallgatjuk azt a részt a mai műsorban, amikor még barátok voltatok, tehát a 100 kiló nem választott el benneteket. Én még mindig rajta vagyok ezen a barátságon. Egyrészt ugye rólad beszélgettünk meg a kiváló autódról, ahogyan lett meg kategória. Durva, mert a második autóm ez gyakorlatilag, ami az első. Egyébként igen, az újra megtalálás. Azt mondják, hogy például valaki ugye egy súlyos baleset után fölépül, az is újra születésnapozik. Én jobban örültem volna, hogyha ennek fényében mondjuk lenullázzák a kilométer órát, és könnyebben eladom, de nem történt meg. És itt volt velünk dr. Meskó Bertalan, orvosi gyógykutató, jövőkutató, aki egy csomó érdekes kütyüt hozott el nekünk. Egy jó sompól itt a műsor végén, de ez csak volt. Neked, Dombikám. Ó, köszönöm. Neked választottuk. Én bírom sompót nagyon. Azért választottuk. Ő olimpiai bajnok volt, tudtátok? Ő sportolóból lett ilyen rapper. Tényleg? Olimpiában lett bajnok. Igen, olimpia, igen, mindent megívott. Nem, hát jamaikai, tehát biztos nem bobozott. Aha, akkor futás. Lehet. De jó, hogy ezért nem veszített el a zeneipar őt magának. Mert nagyon jó zenei vannak, nem? Uh-huh. Előbb-utóbb nagyon vigyázni kell, ha ma zenész vagy, rettegned kell, mert bármelyik pillanatban ott terem melletted pitbull és duettet csinál veled. Csak a baj figyelj, van. Figyelj, olvasom a biográfiáját, odaig juthatom, hogy 13 éves korától édesanyja egyedül nevelte, mert édesapja börtönbe került, 6 évet töltött Rács mögött. Oké, de biztos van tovább is. Ott gyúrt. Figyelj! Úszó és vízilabda viadalon képviselte az országát, mert hogy a vízilabda válogatott tagja volt. Tehát nem volt olimpiai bajnok, de olimpikon volt, és ez nagyon nagy dolog. Na, ugyanúgy, ahogy például, most hirtelen akartam mondani, Jason Statham is. Ő például műugró volt, és műugró olimpikon. Uh-huh. Nagyon érdekesek egyébként ezek a kis varga betűk. Szerintem is, de tényleg így ismerhettük meg őket szerintem így szélesebb körben. Nyilván a zene meg a film az még több emberhez eljut, mint a sport. Úgy vélem. Hát ilyen magas gondolatokkal zárjuk a mai műsorra. Bocsánat! Laci, gyere, kérlek, tárcsázzuk a naphallgatóját! És még van ott, ahonnan ez jött. És még mennyi ilyet tud? Még mennyi ilyet tud? Rengeteget. No? Mi van? Fáradjatok be, a gondolataimra várjatok. Fáradjatok be. Köszönjük. Hát ez egy készülék. Most tárcsázunk. Nem tárcsázós. Tessék. Azt mondta annak ide, emlékeztek, Juhász Elődre a zenebutikba, az éli adás varázsa. Tudod, amikor elrontottak valamit. Már csörög. Tényleg? Bonisok? Igen! Te jó vagy! Szia! Szevasz, kicsoda! Szevasz, én Domokos Sándor vagyok. Sanyi! Szia, Sándor! Békés megyéből. Az ugye a legjobb hely. Az egész megyéből, tök jó. Na, Sanyitól kaptuk egy nagyon jó SMS-t, ugye dr. Meskó Bertalan jövő kutató volt a vendégünk, és akkor a különböző technikai kütyük is szóba kerültek, és te azt érted nekünk, hogy Dombikám, pontosabban Dombinak címezte, Dombikám, tudod mi a különbség a hónai lázmérő és a végbél lázmérő között? Az íze. Ezért te lettél a nap hallgatója. Igen, meg is találtam, köszönöm szépen. A sorrendiség az fontos. Ki is próbálta. És tényleg nem tapasztal a gyerekek, nem tapasztalat, ez csak ilyen szájhagyomány útján. Egy szájhagyomány. Először úgy, száj. Igen, hát itt nagyon éreztük itt az SMS mögött a tudományos hátteret, és ezért választott. Muszáj volt utána járni, igaz. Igen, sorsot úsztunk. Köszönjük szépen az SMS-t, te vagy a nap hallgatója, küldjük az ajándék csomagot, és ugye egy napig viselheted ezt a címet. Holnap reggel reméljük, hogy lesz új. Jó? Köszönöm szépen, nagyon szépen, köszönöm. Köszönjük szépen, szevasz, Sanyi. Szia, Sanyi.
Dombikám, neked köszönjük, hogy feláldozod ezt a kedd reggelt, értünk, szerintünk megérte. Nem, köszönöm szépen, nem volt áldozat, ez nekem volt jutalom. És két módon szólhatok az országhoz, vagy politikus leszek, vagy eljövök a Morning Show-ba, és így ezért kevesebben utálnak. Rendben, ha következőleg is lesz ilyen alkalom, akkor szerintem számítunk rá. Jó, csak hogy készülj. Nagyon szépen köszönöm, nem megyek sehova se telelni, se nyaralni, várom, hogy hívjatok. Így van. Azért szólunk időben, jó? Tehát elmehetsz. Biztos, ami biztos. Ilyen. Ne hagyd magára sokáig egy kis bobolyszádat. Már írták a képünk alapján, kökölysz és bobolyszád. Hát ezek után soha. Tehát ez a túl a barátságon kettőnek lehetne a filmplakátja. Ez senki nem veheti el tőlünk. A kívánság műsorban továbbra is Garami Gábor jön, Abaházi Csabi még szabadságon van, 061-555-5500, ez a telefonszáma, itt tudtok dalokat kérni, holnap reggel jövünk, még mindig ketten az elején, 6-tól 7-ig, Nagy Metállal, Kis Terpesszel, és utána 7 órától 10-ig meg jön egy vendégműsorvezető. Annyit elárultunk róla, hogy ő is volt már velünk. Volt, nem is egyszer, és nagyon szeretjük, nem annyira, mint Dombi, de majd holnap mást mondjuk. Így van, holnap azt mondjuk, hogy őt jobban értem. Ez így van, rendjén. Köszönjük még egyszer, sok vagytok. Szevasztok, holnap reggel itt vagyunk. Dombi, köszönöm szépen, szép napot!